és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Szeretünk, Jani! Hát, nézd meg! Én is szeretlek benneteket, de mindenki csak sorjában. 7 óra múlt pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk! Itt vagyunk, gyerekek, ragyogó napsütés. A helyszín Sopron, azon belül is a Deák tér, ha valaki nem tudná, de szerintem nincs ember, aki ezt nem tudná, ugyanis rengetegen áldogálnak már itt az üvegstúdió előtt, ami drága hallgatóink, és kicsit ezért is jöttünk, nem? Hogy ennyien legyenek, hogy találkozzunk mindenkivel, és... Hát igen, folyamatosan érkeznek a soproniak, ez nekünk mindig nagy öröm. Van bennünk azért mindig egy izgalom, ezt mondjuk el, nem? Hogy lesznek, mennyien lesznek, jönnek, nem jönnek, szeretnek, benned van, nem mert hitetlen szeretnek. Vagy a Janival, mi tudjuk, hogy akarják azt, hogy itt legyünk. Hogy szétszednek majd bennünket. Igen, én mindig ezen gondolkozom, amikor megyünk a tér felé, hogy jaj, vajon mennyien lesznek. Hát gyerekek, itt Sopronban nagyon-nagyon sokan vannak már most, úgyhogy ennek mi nagyon örülünk. Nincs igazán meleg, azért azt nem mondjuk, nem? Mm-hmm. Vagy hazudjunk? Hát és most gondold el, hogyha te fázol itt bent a stúdióban, akkor ők hogy érzik magukat ott kint? Igen, a rohadt életbe csukjátok be az ajtókat, mindjárt meg vagyok. Nem, voltunk kint, ugye egy picit aláírtunk, ajándékokat osztogattunk, és csípős az idő, de senkit ne riasszon el ez a dolog, mert szikrázó napsütés van, és jó idő lesz. Na, ki az úriember ott melletted, Ferenc? Há, nem fog megharagudni, de Sopron legbetegebb arcát már én megtaláltam, ugye nem haragszom. Nagyon szépen, megtiszteltetés. Nagyon szép, egy amerikás fejkendő van rajta, de a napszemüvegére hívnám fel a figyelmet, egy hologramban van a napszemüvegben kettő darab éppen kifolyó zöld szem. Gyönyörű vagy. Ezt hordod? Ez rendes igen, nap? Igen, igen. Próbáld meg, légy szíves és lát. Hát az én fejemre? Igen. Nagyon jó. Aha. És tényleg olyan, mint a kifolyna a szemed felé egyébként. Igen. Gyönyörű. A pólódra mi van írva? Értem. Mit mondasz? Csak... Ja, leszarom. Jó, köszi. Akkor hello. Megdumáltuk. Ennyi. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mivel foglalkozol? Próbálkozó vagyok. Aha, és bejött eddig valami? Bejött, igen, igen. Már kétszer elváltam, úgyhogy... Minden jó, ha a vége jó. Az a jó. Harmadik jelölt, vagy most egyelőre megpihen? Megvan, megvan. Őt mellette már kitartok. Igen. Vagy hát nem veszett feleségül, és akkor igen, nem kell elválni. Már megegyeztünk, ez tiszta sor, igen. Ez jó, figyelj, az elsőtől elváltál, másoktól elváltál. A harmadikra már tudod, hogy miért nem akarsz, nem? Na igen, igen, ez a lényeg. Ugye kétszer tanul az ember, harmadikra már fölösleges, még egyszer kockáztatni. Igen, harmadikra már biztosan mész. Hát az embernek ezt is ugyanúgy meg kell tanulni, így van. Ja, Istenem, írja valaki, hogy jó, Deák tér, de az hol van? Hát így nehezen tudunk segíteni, ugye nem tudjuk elmondani pontosan, hogy hol, de szerintem aki Sopronban beüti a GPS, hogy megkérdezi, az megtalálja. Itt vagyok Szolnokon, a Deák téren, azt hittem kicsit többen lesznek. Azt mondja, hogy eddig kocsiból néztem a futókat, de ha Jani Baján fut egy szigetkört, rohadjak meg, kiszállok és futok vele, jött egy ilyen SMS. Nem. Fél ötkor találkoztok a szigeten, Baján. Jó, majd én megígérem a nevedben, adjad, ebben jó vagyok. Jó, jó, és majd rajtad is kérjék számon, ha nem leszek ott. Igen. Annát ilyenkor nem viszitek magatokkal, hiányzik a hangja. Anna, gyorsan gyere, száguld be, ha éppen nem kakilsz. És talán ezért nem hozzuk magunkkal. És köszönjük a hallgatók. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, mi újság? Minden oké. Okay. Nagyon jól vagyunk, meg vagyunk itt Ákossal, és Zsüllel mulatom az időt. Őket zsibbasztod most éppen? Nem zsibbasztom, képzeld el, elvonultam szerény kis hajlékomban. Ja, most nincs kivel duruzsolni, pletyizni, mondani, most olyan kicsit olyan, magadra hagytunk egy kicsit. Nem baj, legalább az elmaradt dolgaimat tudom pótolni, rendezem soraimat. Anna, Zsűl, Ákos, micsoda szerelmi háromszög. Istenem. Bizony, ki tudja, mi lesz, mire visszajöttök. Anna, ilyenkor a Zsűl jobban pörög, mint amikor mi ott vagyunk, vagy ugyanaz a fordulatszám? Egy igazi parti arc. Zsűl egyébként, igen, messze híres arról, hogy ő ekkora parti animál. Na jól van, puszi. Puszi. Ciao, hello. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel. Távirányítós autó volt ilyened kiskorodban? Volt. Ügyesen vitted? Hát. Ez kicsit kvarcjáték, kicsit távirányítós autó, ugye? Ahhoz hasonlít. Jól van. Na, tudod kezelni? Elmondták, hogy igen, kell? Igen. Előre, hátra, jobbra. Hát nyomkod a gombokat. Kisgyerekek állnak melletted ott a kordonon túl, ne kaszabold le a lábukat lehetőleg, jó? Tehát ne legyen innen a komoly vérfürdő, amit itt rendezünk. Hagyjas a lábad, kislány. 27-es, már csak 25, 23. Így van. Na, felkészültél? Fel. Óránk van? Persze. Hogy ne volna? Hogy ne lenne? Indítjuk az órát, jó? 3, 2, 1, és tessék! Indul!
A rohadt gyerekek, ehhez a szúlyozoli kellett volna. Aha. Hölgyeim és uraim, előtték a rajtot, az első kanyarban játékosunk kicsit visszavette a sebességet, eddig is egyen ment. Nem, nem is megy gyorsan, soha nem. Már a második búja, szerintem pont vége lesz a játéknak, ugye az első kör végén, tehát nem kell visszafelé jönni. Vajon hány box kiállásos a taktika? Vajon milyen gumikat választott a versenyző? Egyébként gyerekek, maga a látvány baromi szürreális, hogy egy fiatal srác egy zöld fűnyírót egy vezetékkel, joystickkal irányít, nem? Tehát, hogy hová tart már ez a világ? Feri, nálatok még a kecskék legelték le, nem? Hát vicces, milyen szépen nyírták a füvet, és nekünk olyan volt a távirányítós autónk, hogy a kis műanyag autó elejére volt egy madzag kötve, és azon húztad. Tudod? És ha jobbra húztad, jobbra ment, balra húztad, balra ment. Igen. Most vagyunk mindjárt 50 másodpercnél, forduló, és egy gyorsasági szakasz szerintem nyomjál a végén. Mennyi a köridő? Mennyi a körrekord? Hát mivel ez az első, ezért ez lesz. Nehéz. Nyugtasson meg a tudat, bármilyen kört, mi ez biztos, hogy körrekordod lesz. Jó? Aztán ezt a valaki a héten megdönti egyébként, és azért érdekes, hogy ki az, aki meg tudja dönteni. Egyenesen és fuss vele, fuss vele! Ez az. Oda néz, hogy megindult. De talán nem baj, hogy csak egy láda muskátlitok van otthon. Megvagyunk! Nagyon jó, állítsuk meg az órát. Egy menj. Perc, 11 másodperc. Ja, miért ez rendesen? A torkomba dobog. Azt a mindenit, az adrenalintól mindjárt eldurran az agyam. Istenem! Milyen volt? Hát elég fura. Fura, ugye ez a távirányítós fűnyíró, de egyébként lehet szeretni. És akkor ez olyan, hogy leakasztom róla a távirányítót, és aztán magától is nyír? Nem akasztod le, oda fölteszed. Ja, oda felteszem, és akkor magától is nyír. Jó, 1-12 fölírtuk a köridőt, nyugtasson meg a tudat, hogy a legjobb köridő a tiéd. Jó, egyelőre nincs olyan, aki jobban teljesített volna. Hol van a leányzónk? Hello! Na! Hello! Na, Istenem, mi az volt? Nem mondom, nem akartam, de ragaszkodtak hozzá. Na jó, hát persze, hát annyira. Azt mondta ez a nagyon édes fiú, hogy én voltam az első, rám nézett, és azt mondta, te biztos megszínál. Fogadj, ez a Laci volt, gyerekek, így nálunk csak a Laci beszél. Ilyen édes fiú, csak egy van. Te vagy az első. Jó, oké, na, hogy állunk fűnyírással? Sehogy. Hát én... aki füvet szokott nyírni. Most a hajad alapján ítélje meg, hogy szoktál a füvet nyírni, de mi alapján tudom megítélni ránézésre, hogy szoktál a füvet nyírni? Kertesház, családi ház, társasház. Volt majd kertesház, igen. De nem voltál az a vasárnap, te is úgy megriadsz, és hogy irány füvet nyírni, ugye? Nem. Ezt úgy látom rajta. Van olyan ember, aki egyébként szeret füvet nyírni? Hát én igen? Ismerek ilyet. Ki az? De nem én vagyok. Ugye, mert hogy azt szerintem azon úgy túl lennél, nem? Az nem egy ilyen meditatív. De nyugodt, ha miért? Igen? Berreg a fűnyíró. Hát ettől fog megkímélni ez a fűnyíró. De azt mondjátok már meg egyébként, hogy miért kell korán reggel füvet nyírni. Azért... Nálunk megint pénteken reggel, vagy szombat reggel valaki 7 órakor állt neki lenyírni a kertét, hogy miért nem rohad meg egy kicsit, nem? Hát nem a délutáni programja. De akkor nyírja vasárnap, vagy találjon egy időpontot. Nekem miért kell arra kell? Vasárnap reggel 7-kor jobban örülnél? De nem jut eszébe, hogy ott mások alszanak? És ráadásul ez az ember a felesége. Tudod, hányszor elmondtam neki, hogy Viki, hagyd abba a fűnyírást, mert meglincselnek minket. Na jól van, felkészültél? Na. Nem. Milyen gumival mész? Rákó! Imádom egyébként. Heperizű! Epres málnás mindig van nálam. Na, nem, csak úgy értem a gumiválasztás, hogy milyen. Szuperlágya. Szuper! Ó, szuper. Egy igazi profi. Gyerekek, egy ilyen pályára szuperlágyat kell választani. Vibra gyűrűs. Jó, na fogd meg a távirányítót, igen. Na. Hogyha megunom, abba hagyhatom? Ne. Hát azért ez nem az El Camino, hogy 200 km után majd visszafordulsz, hát azért ezt nem fogod megunni, mert egy olyan bruttó 8 méteres pálya van előttünk, nem? Tehát azért ezt nem hiszem, hogy nagyon megfogod. Nem fogod megunni. Jó, egyszer hát, elkaptad a joystickunkat. Ideges vagyok, de hát... Megértem, komoly a tét egyébként. Egy ilyen verseny előtt én is nagyon izgulnék. Tehát tele lenne a fejem adrenalin. Egyébként a Laci azt mondta, hogy mondom, hogy sokan fognak röhögni, azt mondta, ha béna vagy, igen. Egyébként igen. Hát gyerekek, itt vagyunk Sopronban a Teák téren, és körülbelül 200-an állnak körülöttünk. És arra gondolod, hogy most már mindenki téged néz, de arra is gondolod, hogy ők ugyanolyan bénák lennének, mert ezt senki nem tudja még most kezelni. Na gyere, fogd meg a távirányítót. Gyere, drágám, itt van, nem megy oda magától. Így. Kvarcjátékoztál régen volt, gyere, inkább pasis játék volt. Igen? Nem, azt csináltam én is, persze. Igen? Nem is látok. Előre, jobbra, balra, hátra. Jó. Jó? De a bali félreáll. Hát egyébként igen, ez átmegy a cipőmet. Igen. Félteném szegény. Na, figyelj, akkor indítjuk az órát, jó? Jó. Az nem az on-off, de így nem. Valóban nem vagy járatos fűnyírásban, de hát ki lenne az egy joystickos fűnyírásban, gyerekek? Hát ez a modern nyomom, technika. Ezt nyomom. Tessék? Ezt nyomod előre, jobbra, balra. Na, tényleg? Csak jó. Mondom a hallgatóknak, hogy egy ilyen kordonnal elválasztott, kb. 6 méter hosszú kis pályát képzeljenek maguk elé. Az egyik sarkában állunk egyébként ennek a pályának, az antennák állnak, úgyhogy indulhatunk. Jó, 3, 2, 1, és tessék!
Hoppá! Jó, a Balázs kinyírtad, szuper vagy. Hát ki az a Lewis Hamilton? Kérem szépen, ki az a Keke Rosberg? Ja nem, hogy hívják? Nico. Ne, a Keke a faterja volt. Igen, ki az a Nico Rosberg? Uh-huh. Már sikerült az első bolyát úgy megkerülni, hogy eltelt csak brutó fél perc. Nem gyors a tempó, ez nem baj. Menni kell utána, drágám, jó? Menni kell igen utána. Úgy, egy ideje nyúlik a kábel. Hopp, egy bolya felborult. Aha. Semmi baj, de még ha lejössz róla, vissza tudod állítani, átment a bolyán. Ő nem jön le róla, nem? Tudod, ő átmegy. Nagyon jó, ez a fűnyíró gyerekek, átmegy a bolyán. Jó, ez az életben is simán előfordul, hogy a nagymama kint bóklászik a botjával a kertben. Gyerekek, ez a fűnyíró a nagyit. Mama, miért nem marad be? Miért nem marad be? A nagyit bedarálja. Na, milyen érzés? Kurva szar. Egészség. Igen, szóval nem olyan jó. Igen. Elnézést kérünk, ez kicsúszott, ahogy Juhász előtt mondta a zenebutikban, az élő adás. Miért van az, hogy mindig a csúnya szavak vannak a legtisztában artikulálva? Tehát, hogy egyébként tényleg. Véletlenül se lehet félreérteni. Vigasztaljon a tudat, hogy jó? Attól féltél, hogy nem vagy ügyes, na, valóban nem vagy. A nagymama másik pontját is elvitte. A nagymama másik mama pont... megint kijött a rohadt életbe. Igen, nagyon jó vagy. Gyerekek, mondom hallgatóinknak, akik nincsenek itt, hogy a pálya felét már megtettük egy bruttó másfél perc alatt. Őrületes a tempó. Tehát Szújó Zoli most kezden el már úgy ordítani, hogy egészen beszakadna az M1 mikrofonja. Hihetetlen vagy. Valami olyat, ami nem ronda szó. Ki tudsz magadból, Préssel? Nem, én túl szabad szájú vagyok. Nagyon jó. Most érünk a célhoz. Nagyon jó. Kicsit megállunk előtte. Óriási tapsot neki. Óriási tapsot. Micsoda verseny. No kérem szépen, az első időnk Zoli 1.12 volt. Eszter élete, mit érzel? Jobb vagy rosszabb? Úgy érzem, nő vagyok, és nekem szabad egy kicsit lassabban mennem. Na, hogy azt kérdezted, hogy körülbelül mennyi volt? Hogy érezte? Jobb volt-e, mint az első játékosom? Szerintem gyerekek, még ugye nem tudjuk, mi történik a hét többi helyszínén, de szerintem a hét legrosszabb ideje. Hát ezt már előlegezzük meg. A soproniak átérték, nem voltál ügyetlen egyébként, jól mentél. Tényleg. Na, szálljuk neked. Mennyi az idő? 1.30. 1.30. Most hazudsz, vagy ne, mert nekem hosszabbnak tűnt. 1.30? Nekem jó is, az. De 1.30. 1.30 az idő, erre számítottál? Nem, nem. Nem, nem. Nyugtass meg, vagy megnyugtatunk mi is, hogy ebben a játékban te vagy a legjobb nő eddig. Igen. Már mondjuk nem volt más. De majd lesz valaki. Figyelj, te alapos vagy, te nem lassú vagy, hanem alapos. Zabkepszert, ezt mikor kezdted el? Február? Tegnap csináltuk a lányommal, és ráadásul nem hiszed el, de olyan zavarban vagyok, hogy minden elsüllyedek. Nem, tényleg egyébként jó voltál, és egyelőre női körrekordod van. Ezt holnap azonnal meg fogják dönteni, de egy napig abban a hídben élhetsz, hogy tiéd a legjobb női köridő. Azért ez egy nagyon szép dolog. Jó. Aki köszönöm egyébként a helyi héten a legjobb köridőt futja majd, az ugye ajándékot kap, mert hogy egy elektromos fűnyíróért harcoltok ti egyébként. Hát, hogy is mondjam finoman szólva, ebben a harcban te már kevésbé vagy benne, már most van nálad egy jobb köridő, de hogy a heti versenyzők közül írjuk, és aki a legjobbat hozza, az kap egy elektromos fűnyírót. Így van, illetve egy hónapig ingyen vághatja a füvet Balázsék. Így van, ezt még nem is mondtuk. Jól van, ügyesek voltatok, jó? Megnyugodtál picit? Dehogy is. Nem, jó, megértem, hogy dolgozik az adrenalin, hát azért ez egy komoly kihívás. Maradsz 10-ig? Azt szeretném kérdezni. Megyek dolgozni. Jó, mert az neked veszélyes lenne, ha így nyugod 10 óráig. Most mész be a munkahelyedre? Igen, itt van nem messze, igen. Jó, ne csinálj nagy galibát, mert amilyen állapotban vagy, most tudom, csak amilyen állapotban vagy, most nehogy ott aztán beszólj a főnöknek, vagy kirúgass magad. Mivel foglalkozó forgalom irányító? Durvában fogok porszívózni. Igen. Puszilunk, ügyesek vagytok. Jó, köszönjük szépen. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Feri, mi munka van ebben? Láttam ám. A szöveg nem én voltam, egy fiatal ember, a szellemi atya ennek a nagyszerű és bonyolult mondatnak. Ő akarta a legjobban kiabálni, megmutatnánk a hangját. Nekem nincs hangom. Hogyne volna. Ki az a Charlie? Igen. Hello mindenkinek. 9 óra múlt 14 perccel jó reggelt kívánunk. Drága Morning Show hallgatók, hát azt is mondhatnánk, hogy majális hangulat itt Sopronban, a Deák téren állnak a sátra, aki neki kipróbálja a játékokat, több százan az UX stúdió előtt. Süt a nap, kicsi szél fúj, dél-délkeleti szél fújdogál, mondom ezt innen bentről. Nyilván kint talán ezt lehet, hogy máshogy... Mesélték. Mesélték, igen, lehet, hogy máshogy élitek meg.
De minden esetre majális hangulat, rengeteg hallgatónk jött el, van, aki közelebbről, egészen az üvegstúdió előtti részről, van, aki kicsit távolabbról, sőt, még ablakokból is figyelnek bennünket. Úriemberünk, aki hát 6 órakor morcosan kikönyökölt, vagy visszament aludni, vagy levetette magát, mert azt mondta, hogy ő nem tud tovább ebben a zajban aludni, hát minden lakótól elnézést kérünk. Igen, megtelt a Deák tér ezen része, rengeteg hallgatónk áldogál itt velünk együtt egyébként. Egy évben egyszer van ilyen, sőt, 3 évben egyszer, 3 éve voltunk itt, tehát ezt ki lehet bírni. De nagyon szép kis park egyébként, ott van egy ilyen kis füves része, onnan is néznek bennünket, gyerekeket lehet sétáltatni, sétálni, hello, igen, akkor még hallotok ti is ott bennünket, igen, pedig jó messze vagytok. Mi ilyen vicces csillagok? Semmi! Igen. Igen, a 10 éves csajokban az a jó, hogy bármi rötyögnek. Bármi. Tehát na, kipróbáljuk, figyelj csak, bármi! Tehát nem tudsz neki olyat mondani egyébként, hogy ne nevessenek, igen. De nagyon lelkesek a csajok, igen, hello. Nagyon szépen énekelted a szignálunkat. Egy ajándékcsomagért el tudod énekelni az elejétől rajta. Picit lefagyott. Ugye, egyedül aztán... énekelni azért az nem egy könnyű helyzet. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mit írnak a hallgatóink. Baleset a 47-esen. A 31-es kilométernél Berettyó Újfalu és Mikepércs között rossz helyen egy kanyarban, Csabesz küldte nekünk. Orbitális dugó van a Hungárián, tudja valaki, hogy mi történt? Ez több hallgatónk is kérdezi. Legyetek oly drágák, küldjetek el nekünk, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik ott áldogálnak. Egyelőre én az SMS falon nem látom, hogy mi történt. Ha valaki pont a dugó vagy a baleset mellett megy el, akkor küldje el nekünk, jó? Az M7-esen van a baleset, a Török Bálinti lehajtó előtt Pest felé, ezt Tamás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az a legjobb abban, hogy itt vagytok, hogy végre láttam a Lacit is. Ti édesek vagytok, de ő egyszerűen zabálni való. Egy tündér cukorfal. Beatrix küldte nekünk. A 10-es Solymári körforgalomtól szokásos katasztrófa. Egyelőre annak se tudjuk az okát. Szerintem nincs egyébként nyilván a körforgalom, amit építenek. Reméljük nem sokára átadják. És az M7-es 142-es kilométerénél ott is fotóznak. Mindenki vigyázzon. Azt mondja, hogy good morning fiúk, Janinak mondjátok, hogy a soproni úttörő áruházban nagy leárazások vannak. El kell, hogy mondjam, János ma reggel 2 prospektussal érkezett, 10:10-kor ő már srácok, ott fog turkálni. Sehova nem megyek, úgyhogy egy nappal korábban nem érném fel akciók szempontjából a várost. Na, nagyon helyes, ezt is képviselni kell, fontos, jó akciókat lehet egyébként kifogni, így van. A boncmester képzés csak asszisztens képzés a patológusnak. Most kérdeztem a feleségem, mert ott dolgozik ennél a képző cégnél. Aha. Tehát ez nem kell egyébként plusz 5 év. Első elolvasása volt nekem egy kicsit fura azért, hogy OK és boncmester képzés, de ha belegondol az ember, tényleg olyan nagy kárt már bennünk nem tudnak akkor. Nincsen. Sajnos tenni igazából, nagy hazárdírozás nincs a dologban. Minden esetre, hát igen, így lehet ezt elvégezni. Hát az asszisztens meg mi dolga van? Szikét, tűt, cérnát. Igen. Hol volt dugó a Hungárián? Elküldte nekünk egy hallgató, köszi szépen, nem írta alá, hogy sajnos motoros gázolás történt, és emiatt van dugó, úgyhogy ha átjuttok a baleseten, akkor már lehet haladni. Mit szöszmötölnek ott a lányok? Ajándékcsomag, csak ezt hallom egyébként. Nagyon rá vannak gerjedve a lányok az ajándékcsomagra. Itt próbálja magát a hölgy begyúrni arra, hogy mégiscsak elénekelni egyedül a szignált, akár ciki, akár nem az kell ajándékcsomag. Kell az nekünk, Feri, biztos? Nekünk nem, neki kell az ajándékcsomag. Adunk majd valamit ének nélkül, jó? Én látom, annyira izgulsz, hogy ez nem menne végig szerintem, az pedig nem biztos, hogy meg nem biztos, hogy is van majd Klassz FM-es pólód, ne légy telhetetlen. Az honnan van? Ezt anyukám tavaly játszott. Aztán... Elcsentett tőle? Hát igen. De tavaly nem voltunk Sopronban, hol játszott? Vagy nem tavaly, hanem... 3 évvel ezelőtt, igen, amikor akkor, itt voltunk. Igen, akkor, szóval igen. Mama is rá van kattanva a műsorra, finoman? Mm-hmm. Igen, és mondtad, hogy mész ki félrelököt, elgáncsolt a küszöbén, és azt mondta, én megyek. Igen. Terembe és sehova, rád zárta a lakást, és kijött. Igen. Aha, és mama most hol van egyébként? Most elment dolgozni, de mi most a suliból kijöttünk, megkértük szépen, hogy hadd menjünk ki, és akkor kijöttünk. Kijöttetek a suliból? Igen. Már anyádat kérted meg, hogy hadd gyere ki a suliból? Azt hittem a tanárt. Nem, a tanárt kértük meg, de... Hát igen, és elengedett. És mondtátok, hogy Morning Show üvegstúdió kitelepülés, mennénk, vagy csak, hogy engedjen el, mert dolgotok van? Hát, hogy menjünk ki együtt, és akkor, hogy ez itt tök jó, mert itt van a Morning Show, és akkor, aha, hogy menjünk ki. És a tanár is kijött? Igen, ő is itt van. Hol van? Ott valahol ül a padon árfele. Ő azért elhatárolódik. Igen, azért fiatalok, menjenek, mi ez a cirkusz itt, persze, de ő leül egy padra. Jól csinálja, jó fej tanár egyébként? Aha, nagyon szeretjük. Igen, ezek után mit lehet mondani, hogy szörnyen rossz fej. Nagyon kellemes. Igen, de jó arc, és milyen órátok maradt el? Most tessi, de előző óra meg az ének. Mert akkor is kijöttünk.
Még három napja vagytok itt? Vagy mi, minden elmarad? Reggel 6 óra óta minden elmarad. Mondjuk nem egy komoly iskola, egy ének és egy tesi, nem? Tehát a nap egyelőre elég szellősnek tűnik. Elég húzós, húzós nap. Utána van két osztályfőnöki, meg egy elmaradt földrajz. Nem egy erős tanítási nap. Mik vannak ma még? 10 után? Hát utána lesz majd nyelvtan, irodalom, angol, és utána hittam valakinek, de valaki megy haza. És aha, valakinek német. Az ateisták hazamennek, többiek maradnak. Istenem, komolyan mondom, hogy 40 évesen két gyerekkel álltam, hogy egyszerűen felfoghatatlan volt, hogy volt olyan korszaka az életednek, amikor az volt a legnagyobb problémát, hogy nincs meg a törileckét. És ez így, tehát amilyen nyomás van az emberre, nem, beteg a gyerek, old meg, munka, rengeteg feladat, hogy, és akkor azt te tényleg valós problémának élted meg, nem? Hogy az az életed legnagyobb problémája, hogy lesz ez a matek doga? Hogy fogjuk megoldani azt a matek dogát? A legnagyobb, hogy azért ez zseniális, nem? A legnagyobb szíves az volt, amikor azt láttad az órarendedbe, hogy az utolsó óra matek. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Szóval, hogy 50 liter festéket lehet nyerni, és azért mondtuk, és ezt mondjuk már egyébként a kecskemétieknek, a bajaiaknak, a salgótarjániaknak, hogy erre a játékra olyanok jelentkezzenek, akik szívesen nyernének egyébként közösségeknek is egy nagy adag festéket, óvodáknak, iskoláknak, egészségügyi intézményeknek, hogy tényleg jó helyre menjen. Mert hogy 1000 négyzetmétert az ember otthon kifest, aztán odaadja a rokonoknak, az se jó, vagy az se rossz, de jó lenne, ha tényleg olyanok jelentkeznének, akik mondjuk ilyen intézményekben dolgoznak. Száradási idő 2 óra, tényleg? Őrület. Megőrülök. Akkor az rászárad majd a játékosunkra, Nem. Igen, ne vegyük el a kedvüket a játékról, el lehet távolítani magukról, a testükről ezt a festék mennyiséget. Talán a cipőt azért érdemes kímélni, egy picit arrébb tenni, de az összes többi cuccot azért lehet, hogy meg kell áldozni. Hol vannak a játékosaink? Itt állnak mellettem. Na, hello, hogy hívnak? Cipra vagyok. Cipra. Melinda. Melindának kevésbé őszinte a mosolya, hogy szokták mondani, ő már tudja, hogy áldozat lesz ebben a játékban. Ti ismeritek egymást, vagy itt bútoroztatok össze, hogy akkor játszunk inkább? Hát összebútoroztak minket. Összebútoroztak hát benneteket, gyorsan összeadtak benneteket. Ki mit csinál, lányok, ki mivel foglalkozik? Én eladó vagyok. Eladó vagy. Ingatlan közvetítő vagy. Ó, hát akkor föl tudod mondani ajánlani, hogy eladsz egy lakást, és egyben ki is fested mondjuk, ha ezt vállalod. Te eladóként dolgozol? Ez egy családi vállalkozás? Nem, egy cégnél vagyok. Na. Sopronban. Sopronban, valamilyen kis boltocskában. Egy ilyen bútorkiállító telepen vagyok. Na, neki tudsz ugrani, kifesteni, hadd örüljen a főnök, nem? Igen. Az egy jó dolog. Tudod, már felkészítettek, amit drága hostess lányunk, hogy mi vár át, vagy csak azt mondták, hogy figyelj, vedd fel ezt a ruhát, aztán többit majd a fiúktól megtudod. Tudom. Tudod már, aha. Igen. Érzem, hogy kicsit szomorodni. Kicsit kezdesz is, hogy elszomorodni. A játékunk nagyon jó, mi csak úgy hívjuk, hogy festék zuhany. Ez tulajdonképpen a neve. Ezt az ember megúszhatja teljesen szárazon is, ha ügyes a partnere, de hát megúszhatja úgy is, hogy 600 ezer liter festék ömtődik az ő nyakába, mert hogy itt egyfajta összjátékra lesz majd szükség. Te, mint áldozat, nem tudsz nagyon beleszólni a játékba, minden a partnereden múlik. Ez hogy zajlott, amikor eldöntöttétek, hogy te állsz bele? Csak mondták, öltözzek fel, aztán szeretem. Született áldozat. Nem választásom igazából. Igen, azért arra igent kellett mondani, mondhattál volna nemet is. Jó. Oké, na figyeljetek, itt van ez a kis festékzuhany, és ezt egyébként lehet nézni, mert hogy van erről élő közvetítés, a Klassz FM-nek a Twitter oldalán. Ugye? A Twitter oldalunkon lehet ezt nézni. Le kell tölteni egy bizonyos applikációt, és az applikációval lehet nézni a Twitter oldalon, hogy mi is zajlik. A Periscope applikációt kell letölteni. Ászánja úrst! Így van. Periscope. Jelentsen ez a szó bármit is, ugye? Feljelent ez nekünk túl bonyolult. A Klassz FM Rádió Twitter oldalán, ha valaki ezt a Periscope appet leszedi, akkor élőben tudjátok nézni, hogy hát hogy öntjük nyakon a mi játékosunkat. Persze, ha nem ügyes a partnere. Mit kaptál még egy jó szót a családtól? Ismerősök ő? Nem. Figyelj, azt mondom, hogy összedobják a dolgokat, ő kapott most egy hajgumit, hogy ne legyen tiszta csatak festék a kis haja Melindának, úgyhogy nyugodtan fogd össze, de egyébként úgyis rajtad lesz ez az overall, ami egyébként semmit nem véd, kipróbáltuk, de azért próbálkozni ér benne, júj, de jó, sapkával. A játék nagyon egyszerű, te beállsz ebbe a kis laborba, jó, ebbe a kis polifarvés laborba, úgy kell oda beállni, beállsz a zuhany alá. Nagyon egyszerű a dolog, mert hogy különböző színeket fogunk majd a te párodtól kérdezni, és neki nem lesz más dolga, mint hogy
megválaszolja, hogy egy adott virág, egy adott növény, milyen színű. Fogalma nem lesz, nyilván olyanokat fogunk kérdezni, hogy ember meg nem tudja mondani, hogy milyen színe van ennek vagy annak. Ha jól válaszol, akkor nem öntjük a nyakadba az adott színt. Ha rosszul válaszol, akkor egy picit zuhanyzol. Ez a lényeg. Jó? Tehát törekedni kell arra a te partnerednek, hogy jól válaszoljon. Én azt gondolom, hogy annyival megviccelhetnénk ezt a játékot, nálad lesz a távirányító, hogy ahogy föltesszük a kérdést, te indítsd el a zuhanyt, és addig nem állítod el, amíg meg nem mondja a választ a játékos. Egy picit gyere arrébb úgy, hogy pontosan a zuhany alatt állják. Kiváló. Már feltételezem ezzel, hogy egyébként lesz zuhany. Mit nézel, János? Hát nézem ezeket a neveket, hogy vajon ezek közül én melyikre tudnám, hogy melyik szín kapcsolódik hozzá. Hát úgy nézem, hogy gyakorlatilag egyikre sem. Ahogy látom a növényeket, én ebből már egy csomót elszívtam, de egyiknek se tudom. Egyiknek se tudom a színét. Úgy játsszuk a játékot, hogy van 50 liter festék, amikor hibázol, akkor 10 liter ugrik a levesbe, és a kolléganő megázik. Mit szólsz, Cipra? Hát, igyekszem nem hibázni. No. Melinda, felkészültél? Mennyire vagy egyébként természetbejáró? Mennyire ismered a növényeket, a virágokat? Igen? Sokat túrázunk, úgyhogy igen. Mindegyiket leszakítottam már. Ez a sokat túráztok? Az jó? Igen. Családdal? Vagy kikkel? Párommal, párom szüleivel, igen. Komolyan? Mekkora buli lehet? Mi, anyuka? Jöjjön maga is. Anyósoddal mész túrázni? Jönnek. Persze. Nem tudjátok lerázni. Azt hittem, azt nem tudjuk lerázni őket. Azt. Igen, tartják a tempót. Nagyon, nagyon erőszakosak, mindig velünk anyát akarnak. Anyát még mindig jönnek, basszus, szaporázni. Menjünk át a kék túrára, azt a mama úgyse bírja, igen. Mi volt a legutolsó, merre voltatok? Keszthely környékén. Az nagyon, nagyon szép. Szép túra. És a biciklivel mentek? Vagy gyalog? Vagy nem, ezek milyen gyalog. Túrák? És a mama meg a papa egy Nordwalkingol, ilyen rúddal a kezében, vagy bottal? Nem, vagy ők anélkül ki? Elég aktívak. Fittek? Nem. Igen? Nem. Sopronból Keszthelyig gyalog, az ja, igen. Nálatok vannak a szendvicsek, biztos ez. Jó, tehát az odáig oké, hogy Melinda ismeri a virágokat meg a növényeket, csak nem neki kell ismernie, hanem Ciprának. Te ismered őket? Nagyjából. Nagyjából. Jó. Na, működik, azt látom. Ne nyomd már rá! Ja, bocsánat, nem, azt hittem tesztüzemben vagyunk. Várjuk meg, amíg elindul a játék, addig ne szívassuk már őket. Jó, működik, tehát el kell, hogy mondjam, az zuhany egyébként kiválóan működik, jó? Hát ez meg mind a kezemben. Mennyi gomb megnyomom az egyiket, gondolta Balázs. Valaki a kezembe adta, nézzük meg ezt a gombot, mit csinál. Oké, felkészültetek? Hát. Na, meg kéne mondani, hogy szól az első kérdés, mármint arra a válasz. Bármilyen növényt kérdezhetünk. A lényeg, hogy milyen színe van, ezt kéne kitalálni. Jó, jó? Tényleg csak az íz a kedvéért egy nagyon egyszerű. Egy bemelegítőt. Legyen mondjuk a beléndek. Na, a kérdés tehát úgy szól, milyen színű a beléndek? Kék. Hol az on gomb, ezen a távirányító? János, mondd a jó színt egyébként. Hát az igazság, hogy a beléndek leginkább egy világos barna színre hajazó kompozíció. Igen, hát ez nem talált, úgyhogy egy picit akkor téged megöntözünk. Hadd folyjon az ön! Na, ez kicsit talán azt a cipzát. Följebb! Egyébként csak mondom, hogy elengedtem gyerekek, de beakadt. Ez meg kell állítanom? Biztos egy off-gombbal meg kell állítani. Megállítottuk. Így van, nagyon jó! Na, kiválóak vagyunk. Játékosunk már kapott egy olyan 2 liternyi festéket a nyakával, de van rajta védőruha. És az 50 literből akkor 10 liter eltűnt, ugye? Már csak 40 liter festékért küzdötök. Milyen lesz úgy szerepelni ebben a játékban, hogy 0 liter festéket viszel haza, viszont nagyon festékes vagy, jól ki van találva, nem? Igen, élvezem. Már befolyt a ruhámba teljesen. Kicsit arribálok. Hideg a víz? Nem, kibírható, kellemes. Jó, mehetünk tovább? Igen. Jöjjön a második kérdés. Most valami nehezebbet. Várjál ennél nehezebbet, nem tudom. Na, figyeljetek, akkor azt mondja, hogy legyen mondjuk az aranyvessző. Hát az mondjuk János gatyájában van egyébként meg. Igen, csak picit javítanék, nem aranyvesző van írva, aranyeső. Jó. Arany, milyen színű az aranyvesző? Na hát ezt lehet tudni talán azért. Sárga. Így sárga, van, így van, jól van. Azért rányomok egyet a borban, nem lehet? Persze, a biztonság kedvéért. Oké, jöjjön egy harmadik kérdés, nem locsolunk, jó? Nem locsolunk. A következő a fenyőspárga. Zöld. Fenyőspárga? Hát megnyomjuk azt az ongombot, mert az olyan messze van az öltől, igazából mi nagyon-nagyon messze van. Locsoljuk a játékosunkat, aki nagyon hűségesen tűri egyébként bent a festék zuhanyban. Van valamilyen illata, szaga ennek a kis festéknek, ami rádömlik? Nincsen. Jó. Már a pólom tiszta vizes. A pól, hát ez egy ilyen dolog, így van. Ráadásul mínusz.
20. Mert hát figyelj, három szín volt eddig, egyet tudott. Azt ugye megtartottuk, az 20, mínusz 20. 30 literből még egy óvodát kifestünk. Bizonyám, tehát igen, az még nagyon jó. A fenyőspárga egyébként szintén egy ilyen bézses árnyalatú szín. Én megmondom őszintén, hogy ezen a játék után szinte biztos, hogy ti a Polifárbe székház elé tüntetést fogtok szervezni, illetve összekarcoljátok majd a cégképviselőinek az autóját. Jó, mi ilyen? Te szoktál túrázni egyébként? Hát ezek szerint nem, mert nem ismerem a színeket. De úgy azért természetjáró vagy? Igen, igen. Úgy, mint én, hogy autóval vagy? Persze, vagy persze. Nagy helyes, igen. Ablakot letekerem is. Nagyon nagy természetjáró. Mi is elmegyünk a családdal, letekerjük az ablakot, mondom, Benni, vegyél egy jó mély levegőt. Most ugye a Nemzeti Park közepén vagyunk a kocsival. Menjünk, együnk valamit, és el is menjünk enni valamit. Na, most valami könnyű, tényleg ne locsoljuk szét a játékosunkat, valami nagyon könnyű, jó? Már na. Csak 30 liter festéketek van. Oké, okay, azt mondja, hogy Ferire néztem, és legyen mondjuk a szarkaláb. Jó, milyen színű tehát a szarkaláb? Sárga, nem? Van a játékosaink, vagy a hallgatóink közül olyan, aki egyébként sejti, hogy milyen színű a szarkaláb? Bárki, aki... Tessék? Kék! Honnan tudod te ezt ilyen jól? Itt hátul súgták. Honnan tudod ezt ilyen jól? Hátulról igen, mondták? Igen, onnan mondták hátulról, és én elől vagyok, és mondom. Ki tudta a jó választ? Ki tudta? Aha, jó, a 45. sor, ne szívassatok oda már nem, persze. Nem csak úgy kíváncsi lennék, egyébként azért ezt itt tényleg kevesen tudják, pedig a természetben minden ott van, ami gyógyít, ami jó, de hát az ember annyira eltávolodik ettől, hogy például a szarkaláb sokszor hallott, de hát az ember legyünk őszinték nem tudja, hogy ez milyen színű. A fürdőszobából hallod leginkább, amikor a feleséget sminkeli van. Igen, jó, ezért nem jár zuhany, te ott a laborban nagyon jó vagy. Na, nagyon ügyesen megoldottátok ezt a dolgot. Menjünk tovább, jöjjön a következő kérdés. Azt mondja, hogy legyen ez mondjuk a... Mondjuk a hangavőrös teszt. Ne, de legyen inkább a csillagfürt. Csillagfürt, de szép neve van. Hát milyen növények vannak, ugye? Csillagfürt. Kérdezem én ott a jobb oldal, tudja valaki, mert ott úgy látom, ott vannak a gyógynövény szakértők. Tessék? Jó, ne mondd ezt ilyen hangon, létszés, hogy megint hátulról. Jó, de már. Azt mondja, hogy... Senki se hátulról. Senki se. Senki se hátulról, így van. Csillagfürt milyen lehet? Az ilyen lilás. Lilás. Most így asszociáltál? Elgondoltad, hogy az milyen lehet? Igen. Kiváló a válasz egyébként, nagyon jó. Oké, menjünk tovább, jöjjön a következő kérdés. Most megvan a 30 honnan liter tovább most, honnan is. Vigyek most ihletet, legyen mondjuk Balázs alsogatyája, akkor pedig legyen a liba pimpó. Ezt hittem a sáfrány jön, tudod? Vagy van. Liba pimpó, milyen liba jó neve van, nem? Az meg olyan rózsaszínes, pirosas. De nagyon cuki vagy ebben a kis védőruhában, egy ilyen vegyvédelmi felszerelésben áll a játékosunk egyébként, bent ebben a laborban. Nincsen sok festékileg, tudja még valaki, hogy állunk? Igen, 5 kérdés ment el, de maradt a 30 liter festék, mert azt hiszem 3-at. Ja, akkor csak 20 jó. Liter, bocsi, 20, 3-at 20. Elrontottak. A következő 2 térde segítünk, jó? Ez már a 6.-7. Kérdés egyben. Milyen színű, fogadjunk a tegatyád jutott erről eszedbe, igen? Milyen színű a buzogány? Ezt szeretnék kérdezni, ez könnyű. Barna. Így van, tökéletes a válasz. Jó a válasz. Tökéletes a válasz. Miért volt ez könnyű? Hát a fertőtlonnál van egy csomó. Buzogány. Hát jó, szerintem. hát ez így könnyű. Helyieknek könnyű. Helyieknek ez könnyű volt. Jó, na nézzük még egy kérdést, ha ezt megválaszoljátok, akkor nincs több zuhany, ha nem, akkor még egy kicsit levonunk, jó? Jó, na most azt mondtad az előbb az 2-t, akkor most adunk vissza 20 liter, tehát most 40-nél vannak? Nem, most nagyon meglocsoljuk a játékosunkat, viszont visszaadunk 20 litert, mert most olyan lesz a kérdés, amire biztos, hogy nem tudják a választ. Ez egy olyan kvíz, ahol úgy improvizáljuk a szabályokat. Mi legyen? Legyen mondjuk a mesevirág. Mesevirág. Na most ez honnan? Csak mondom, hogy aki bekiabált a 10 éves egyébként. Honnan tudod ezt ilyen jól? Nagy erdőjárók vagy? Nem. Nem? Nagyon ügyes egyébként. Jó volt a szín, amit mondod? Hát gyakorlatilag tökéletes. Szóval tökéletes. Nem megyünk úgy, hogy nem öntözzük meg még egyszer. Újabb kérdés jöjjön akkor. Jó? Egy utolsó utáni. Jó, ez szerint egy picit becsapós lesz. Habszegfű. Gyorsan kell mondani. Habszegfű. Milyen színű? Világos kék. Világos kék, így van, már indítom is a zuhanyt, hiszen abszolút rossz a válasz, abszolút rossz a válasz. Így van, mert hogy a jó válasz? A jó válasz az megint egy világos barnás árnyalat. Világos barna árnyalattal zártuk ezt a dolgot.
Hát szegényként te ott nem nézel ki jól, azért egy gyors átöltözést javasolnék neked. De kegyesek voltunk, mert csak zöld színt kaptál a nyakadban, és azért a ruha megvéd. Megvéd téged. Így van, és nagyon jó hír a kecskemétieknek, hogy holnap már vízben oldódó festéket fogunk használni, és nem pedig észteres higítós zománc festék. Igen, hogy 4-4,5 évig nem tudod lekaparni a saját bőrödről egyébként, de állítólag az idővel az szépen lekopik majd. Jó, na, tehát van 50 liter festékünk, ugye? Játékosaink egy kicsit buktak, de szerintem legyünk jó arcok, nem? Adjuk oda az egészet. És nem? Te megalkú volt. Ki akar házat felújítani, festeni, kinek van rá jobban szüksége? Hát ez... Ja, nem, most nem nyomtam meg, esküszöm, hogy ezt nem én voltam. Nem én voltam. Volt. Mi ki is adom a kezemből a távinat, tényleg nem én voltam. Most már az összes festéket kérjük, ami jár. Jó, megkapjátok az összeset, közben igen, szegényként, mert újabb zuhany ért téged, de ez abszolút, tehát, hogy... Valószínűleg valamilyen, nem tudom, milyen... Ez tudat alatti volt. Zárlat következetben. Szóval lakásfelújítás? Múlt nyáron volt, de hosszú az utca, úgyhogy... Hosszú az utca, sok a rokon. Igen. Nálatok valami otthon? Nálunk lesz. Mi most lesz? Meg egy főleg. Hát az otthoni családi ház belülről akkor. Otthoni családi ház. Na mit szólnátok, ugye ti itt kerültetek össze a játékhoz, hogy 30-20-ban mondjuk megosztoznánk. Mégis csak ő állt bent a laborban, ő kapta a nyakába a zöld festéket, 30-at kapsz te, jó? És 20-at pedig a társad, aki segített. Jó, köszönöm. Jó lesz. Jó, így? Jó. Elég lesz. Ha 1000 négyzetméter, 50 liter, ja, akkor 30 liter. Akkor az 600. 600. Na, 600 négyzetméter. Nem rám néztél. Ezért hálás vagyok. Tudod, hogy sose aláználok meg. Ezért 600. A kitalálandó szám úgy aránylik az 1000-hez, mint és most zene. 3 a 2-höz. Érted? Feri, mi az ilyeneket, mint te, akik stréberek voltak, mindig csak nagyon megvertük, sose beszélgettünk velük, csak nagyon-nagyon megpüföltük őket 600. A szünetben. 30 liter. 30 liter. Jól van. Egy nagy tapsot a játékosunknak, jól megérdemli. Tényleg nagyon ügyi voltál. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. 7 óra múlt. Aha, csak annyit érted, hogy köcsögök húzzak. Mert ezt mondták, hát mire megtudod. Ja, tényleg. Hello, srácok, Kecskemét várt rátok. Ja, ezt mondta a közönség, érted? Hát milyen, mekkora, minden reggel mennyi melót teszel ebbe. Neked tanárnak kellett volna menned. Próbálkoztam, csak kirúgtak. A tenyeréből falatozik egész Kecskemét a fejének. És később a lábából is. 4:80 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kitelepülésünk második helyszínére érkeztünk el. Kecskeméten vagyunk még hozzá a Deák téren. Nem késő ide jönni egyébként, egyik játékunkat se játszottuk még le, tele vagyunk nyereményekkel, ajándékokkal, és hát mi is itt vagyunk, mint a legnagyobb ajándék. Így van, a művelődési központ előtti teret torlaszoljuk el éppen. Így van, hát a kecskemétiek nyilván tudják, hogy hol van a Deák tér. Várunk mindenkit szeretettel, gyertek. Egyébként rengetegen vannak már az Üveg stúdió előtt is egyébként, és SMS-ben is velünk, sőt olyanok is, akik már elküldték a 13600-ra, pontosabban felhívták a 13600-at, a 10-es kódot, bár néhányan mondják, hogy ők egyébként SMS-t is küldtek, és az is működik, ezt én nem tudom. Mi azt kaptuk, hogy ezt a számot hívni kell. Ugye nagy rádiós gyűjtés van, minden reggeli műsor azon dolgozik, hogy a Szent Márton gyermekmentő alapítványnak összejöjjön egy defibrillátor, és 250 forinttal tudtok is segíteni. Több. Vagy akár több is, így van, 13600 a telefonszám, és ha fölhívtátok a 10-es kódot, legyetek olyan drágák, üssétek be. Ez nem egy verseny, hogy melyik rádió gyűjt többet. Arról van szó, hogy nagy összefogás van, és mindenki, aki tud, és mikrofon mögött ül, az reggel egy picit próbál segíteni. Hisszük, hogy ez is a dolgunk. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, ebben az esetben nem vagyunk egymás konkurenciái, hanem válnak vetve, tényleg egyetlen közös ügyért hajtunk mindannyian. Köszönjük szépen mindenkinek. Jani, próbáld már ki az SMS-t, hogy a 10-es számot elküldöd. Nálam nincs itt a telefon, jó? Aha, várjál csak. Azt mondja, hogy már próbálom is. Természetesen Feriről. Én is egyébként már próbálkoztam, én is küldtem 250 forintot, és ezt a jó szokásom meg fogom tartani. Még többször fogok küldeni. Egyébként meg illetve még... pontosabban elküldtél egyet a telefonodról, utána pedig kivették 250 forintot a zsebemből. Tehát, hogy nagyjából ezt így tört. Mondjuk el, legyünk egy őszintén. Egy 500-ost vettem ki, mert... Tehát elküldted, majd turkálni kezdtél a zsebemben, és mert a bali-bali mit keresett? Csak zsebkendőt, és láttam, hogy egy perc már 500 forintot kevesebb van a zsebemben. Küldtél persze, de a kétszeresét szedted vissza azonnal.
Nem, tényleg hűlünk, de mindenki küldje el, mindenki hívja föl. Nézzétek meg, hogy működik az SMS, ha valaki megteheti, nem tudom. A hívás az biztos, de működik az SMS, annál jobb. Richelieu kérdezi, ez a Deák tér turné? Kicsit tényleg olyan, igen. Ami drága Richelieu-nk, jó a meglátás, nem lesz több Deák tér, csak tegnap volt és ma volt Deák tér, nincs több. Holnap már máshol vagyunk. Nagyon sok helyen van az országban szerintem Deák tér, de az egészen biztos, hogy nincsen olyan magyar település, ahol ne lenne Petőfi utca. Hát ez mindenhol van, ez a Petőfi, Kossuth, Deák, nem? Tehát a nagyok mindenhol ott vannak. Így van. Ugye? Petőfi, Kossuth, Deák, Sebestyén. Sebestyén utca még nincsen. Egyébként Rákóczi viszont van, hát, bőven. Akartam mondani, hát, hogy Petőfisztek hát, meg, mint tudom én, hát egy jó Rákóczi azért az. Viszont szeretném mondani neked, Jani, hogyha hátrafordulsz, akkor megjöttek a barátaid, ott a kukásautó. Szevasztok, jó reggel! És integet. És te is onnan egyébként visszainteget. A kukásautót megszólaltatod pedig csak imonnatot? Megyek, kicsi, nem láttam, hogy itt van. Ez annyira érdekem, hogy nem hagyják el egymást egyébként, hogy honnan tudja a sofőr, hogy ott hátul fölálltak. Nálad is van ilyen érzékelő, ami kigyullad akkor, amikor te látod, hogy fölállnak a kukások, hátul nincsen? Ez nem olyan modern autó ám. Ti ordibáltok egymásnak, hogy várj meg Józsi, várj meg a rohadt életbe. Én csak egy Józsiva vagyok, igen. Nem, ő akkor gyullad ki, amikor a csíkes cuccot összeszedi. Volt már ilyen? Nem. Meg, igen. Mennyire toleránsak az autósok, amikor beálltok így egy olyan utcába? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem, még mindig? Én azt annyira igazságtalannak érzem, amikor kukás autóra dudálnak. Mindig arra gondolok, hogy te paraszt, a te szemetedet is elviszed, hát vagy elviszi, hát miért kell dudálni? Vagy fordulj vissza, vagy várj egy kicsit, nem hát várnak? Igen, de türelmetlenek az emberek. Aha. De nagyon nem tudtok arrébb menni ilyenkor, nem? Hát nem. Most meg főleg nem. Mondjuk most is nagyon, de igen. Most itt vagytok, és minden reggel titeket hallgatunk. Úgy. Bizony. Jó, most... egy kicsit meg lettünk szidva. A Jani nem tudná kipróbálni a gépet? Hát, ezt nem tudom. De már no. Nem vezetni. A kart, tudod, hogy a kukát beborítani. Azt ki tudja, igen. Gyerekek, azért egy kar meghúzása, azért ne jussunk el áraéves szintre, hogy ez nagyon öröm, nagyon metőr. Egy öré, ki tudja próbálni. Milyen kar? De merre húzzam? Nagyon szimpatikusan most is kiraktátok a vészhillogot, 4 kilométeres sorra utánatok. Nem azért rakták, én rossz helyen parkolsz. Igen, és ők nem férnek emiattam, igen. Jó munkát nektek, köszönjük szépen. Köszi, sziasztok. Hello. Csak mondom egyébként, hogy az Instagram oldalunk, hol? Illetve hol? A Inkastra. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Na. Van egy érdekes videó, ezt egy 18 éves lány töltötte fel saját magáról a netre, és videót is töltött, aztán fotót is töltött, és ő büszkélkedik valamivel, amire ő egyébként nagyon büszke. És nyilván azzal tud az ember büszkélkedni, amire büszke, nem? Van, ami... Ugye? Ami... Hát... Azt a mindenségét. És ott vagy, és felkészült vagy, és penge az agyad. 10,5 centiméteres nyelve van. 10,5 centiméteres nyelve van, még a saját szemét is meg tudja nyalni. Na, hát ez az, amikor az ember mit tudom, hogy cipel egy dobozt valahonnan, valahova nem, vagy amikor bevásárlásból jön, és nagyon viszket a szeme. Szerintem ez egy nagyon praktikus dolog. Bár kisgyerekek előtt, érted, sétálsz az a fős meglátod, és igen, ne nézz oda, Lacka! Hogy fedezed fel, hogy a hosszabb a nyelved az átlagosnál? Nem tudsz beszélni, mindig beleakad a fogsorod, vagy egyszer csak valakire kinyújtod a nyelved, és rájössz, hogy a te nyelved hosszabb? Én soha nem néztem meg, hogy az én nyelvem milyen hosszú. Például szerintem ösztönösen. Ösztönösen? Például fogmosás közben, amikor otthon állsz a tükör előtt, és ugye előszokott fordulni, biztos veletek is, hogy amikor dörögölitek a fogatokat, akkor néhány ilyen kis fluor pötty így megjelenik a tükrön. És hogyha az ember így ösztönösen, mivel ugye mind a két keze foglalt, egyikkel támaszkodik, másikkal mossa, és a nyelvét nyújtja ki, és törölgeti le. Sose jutott eszembe. Balra jobbra. Akkor úgy lehet tudatni. Azon elgondolkoztatok, hogy a 10,5 centi nyelvnek valahogy el kell férni? Na oda? Ez a bizony. Érted, mert míg után már kint van, és a szemed nyalod, az oké, na de addig... Mint a kaméleonnak így feltekerve, nem? Igen, vagy volt ez a kutya a pimpa, ami rohant, tudod, és lógott ki oldalt a nyelv. És oldalt lógott a nyelv. Nem, azon gondolkozom, hogy nyilván mindenkinek van valamilyen testi olyan hibája, amit egész egyszerűen nem szeret saját magában. Tehát, hogy mindenkinek van egy olyan testrésze, egy lábúj, egy új perc, egy orrdarab, egy fülcimpa, amit nem szeret, nem? Tehát, Balázs amivel... testrész, amit nem szeret, az én vagyok. Egy furcsa kelés itt a bal oldalon. Egy furcsa kelés itt az oldalon. Tehát mindenkinek van ilyen? Nektek van ilyen, amit nem szeretek saját magatokban? Ami az ember azt mondja, hogy nem szép. A rüsztje, a nagylábúja, hogy kalapács, így áll, úgy áll. Mindenkinek van ilyen, nem?
A rüsztöd? Neked a rüsztöm? Szép? Nekem gyönyörű rüsztöm gyönyörű van egyébként. Ugye már akartam múltkor mondani. Melyik a nem szép rüszt? Nem, most hát nem tudom, mert nekem nincs. Csak kérdezem, hogy van-e olyan, amit nem szerettek saját magatokban. Tehát egy 10,5 centis nyelv, azt például én megértem, hogy ez a kis csaj egyébként utálja saját magában. Én nekem a kislábom újja. A kislábad ronda? Nem, azért, mert nem ér kacska. Le. Kacska. Nem ér le. Neked leér? Hogy nem ér le? Nem ér le. Így áll a kislábam újja. Előre mutat? Nem, hátra. Hát persze, hogy előre. Hát így, itt van. Ha így. Hátra mutatna, az már sarkantyú lenne. Így van, leteszed a lábad, érted? És így fölfelé áll. Fölfelé és áll. És nem tudod lerakni. Nem ér földet. Neked földet ér? Hát mindent gondol, valaki meglök, felborulsz? Ja, mindenféleképpen a másik négyen próbálok kapaszkodni meg a ízű farkaskörmömmel, de hogy a kislábom ujja, az nem ér le a földre. Te guríts be alá egy labdát, és akkor kicsit olyan Albert Frohl is leszel. Én tudok vele passzolni. Na, kérdezzük meg a hallgatóinkat csak, hogy ki mit utál saját magában. Van-e olyan testrész, amit az ember nem szeret? Van olyan testrészed, amit nem szeretsz? Amit utál magában. Semmi? Az a baj, hogy neki listája van, tudod? Tehát már így ránézésre. Azért szorogatod a telefonodat, hogy küldjed közben azt a kis... Nem, most próbálom, a honlapotokon vagyok rajta. Igen. Őrület. Aha. Itt vagy Morning Show. Igen, mert így hívnak bennünket. Igen, fura dolgok vannak, hogy fölmész és ott vagyunk. De jó helyen kapizsgálsz egyébként. Kérdezd meg ott Feri, azt a kis kedves popos kislány. Telefonszámot keresem éppen. Telefonszámot keresed. Ne hívjál bennünket, mert itt vagyunk. Engedel, ne. Itt van benne. Mondom. Aha. De mit keresel? 13... Az 1300-as itt van fönt. Na, az 1300 az úgy már egy picit nem annyira 13600, jó. Jó, oké. Neked ott hát, neked, akivel játszottunk el, Ildi voltál, ugye? Igen. Ildi, neked van olyan testrészed, amit nem szeretsz? A csajok azért sok mindent tudnak utálni magukban. Neked van ilyen, amit nem kedvelsz? Egy orr, egy orrcimpa, egy szájdarab. Így első ránézésre nincs, mi azt állapítottuk meg, de hát elsőre mi nehezen találnánk. Az ajkam lehetne vastagabb. Az ajka? Aha, egyébként ez sok csaj mondja, én ezt sose értem, amikor ilyen kacsaszájat csináltatnak maguknak a plasztikai sebészet. Azt gondolják, fura. Hogy az szép. Ez felfoghatatlan. És attól lesznek rondák. Ők ilyen DuckTales rajongók. Igen, ez valami gyermekkorú frusztráció. De lehet. Volt már rá panasz? Tehát amikor valakivel így összejöttél, és azt mondta, hogy hát nagyon tetszem, nagyon szép vagy, de nagyon az szeretlek. Ajkad. De azok a szájak, hát azt nem. Nem, azt mondták, hogy finom ajkam van. Aha, jó, értem. Hogy megtátosodtál a játékhoz? Hogy megtátosodtál a játékhoz képest? Miért nem a játékban? Miért nem a játékban mondtál ilyeneket? Inkább lányok azok, akiknek azt mondod, hogy inkább lányok. Inkább csajok keresek. Egyébként így van. Férfiak, ti tökéletesek vagytok? Hát a férfiak maguk kevésbé. Azt mondja, igen. Hogy balra két csaj, Feri, balra, az a jobb kezed, de nem, Jézusom. Nem, ez a bal kezed. Azt mondom, és jobbra mondtam, hogy balra és jobbra néztél. Teljesen hallott. Nincs körülötte kecske, meg mező elpocsolatlan. Megzavart a azért jó, hogy ide küldött, látod, mert így aztán nem látjuk őt, és ő sem minket. Úgyhogy gyere, légy szíves egy kicsit elrébb, hogy hallanom Balázs, kell, Feri, hallanom. Balázs lásson is. Van-e Hello. Valami olyasmi, ami Hello. Elégedetlenséget okoz nálad? Hát... A mutató ujjam. Na, milyen a mutató ujjam? Éreztem? Mi van a mutató ujjam? Én Ferdinek látom. Igen? Van benne egyes kanyar? Tényleg? Egyébként tényleg az. Egyébként nem akarom mondani, de nézd meg, kicsit feszíts meg, az utolsó új perce, az elindul kifelé. Rossz helyen nyúlkáltál, és eltört? Vagy nem ez... tudom, nem emlékszek rá. Nem emlékszel rá? A másik is? Mutasd meg, légy. Nem, az normális. Tényleg nem, benne. Az is Ferde. Jó. Csak mondom. Köszönöm. De tényleg van benne egy kanyar egyébként. Igen, szóval mindenkinek van ilyen kolléganő ott melletted. Hát nekem sok a szeplőm, az testrésznek számít. Hát nem. Nem, de cuki. Nem? Hát, de ez már túl sok. A szeplő egyébként cuki. Azt megnyugtatlak, hogy a szeplőt a palik egyébként szeretik. Köszönöm szépen. Tehát az ilyen cuki szeplők, azok jól néznek ki. Tényleg, attól nem kell tartani. Nem szereted magadban? Hát, ha egy kicsit kevesebb lenne, azzal nem lenne bajom, de most már ez túl sok. Az arcodon van csak, vagy az egész testeden? De okos de kérdés. Nem most, hát most de jó! Bocs. Az arcomon van csak. És gyarapszik? Tehát folyam, mert azt mondtad, hogy az elején még jó volt, de most már nagyon sok van. Hát igen, egyre több, és ez nem jó. Bocsánat, mekkora a 10 centis nyelv, gyerekek? 10 centi, érted? Ez körülbelül, hogyha kinyújtod a nyelvedet, pici akkor az... több, mint 9. Nálad van colstok? Igen.
vagy miért van nálad ilyen? Mert bármikor, akármit összeget. Kalapát szög, tolstok a felinél mindig van. Így van, meg disznólőkés. Ne arra, ki tudnád nyújtani a nyelvet? Mérjünk már egy nyelvet. Na, egy átlag nyelvet csináljunk. Nyújtsd ki, légy szíves. Keressük meg Kecskemét legnagyobb nyelvét. De rendesen, bár nem akasztom be a piercingbe. Mandulától mért, Feri? Várjál, egyenesre nyújt, emelt föl a végét. Egyébként jó a kérdés, honnan méred? Ez a nyelv? Hát ez egy négyeske. Négyes? Jó, kinek van nagyobb? Ki az a... Mutasd, ki mondta, hogy nekem? Nekem is mérd. Kinyújtanád a nyelved, ne haragudj. Hogy ne. Szia, mi a keresztneve? Toncsi vagyok. Kinyújtanád a nyelvet? Toncsi. Ja, igen, Toncsi, de az nem lány név. Bálint Toncs. Hát az Antó, köszönöm srácok a támogatást, igen. És minden Antal nevében köszönöm szépen a támogatást. Igen, ez volt egy pont, amikor okozott némi törést az életemben, amikor egy képregényben megláttam egy női főszereplőt Toncsi névvel. Hát igen. De ettől függetlenül én vállalom. Jó, na, nyelvet. Olyan nem volt, hogy egy zenés fesztiválon valaki bebújt mellé a sátorba, és bár a legutóbb Playboy fotózás után kicsit, mintha megváltoztam volna, Tocsi, de még mindig nagyon komállak. Viszont még mindig fokhagyma, igen. Na tessék, nyújtsad. Jó, de cserébe akkor autózzatok majd velünk egyet később itt. Ja, hagyjuk már ezt. Na jó, valami promóciót, azonnal megnyomjuk a promóciót. Oldal. Na, mérjük gyorsan egyet. Várj, most szájtőtől mérem, ez így is csak 5. Aha. Ez, hát figyelj, nagy siker ezzel nem lesz. Azt mondja, hogy mi a következő. Valaki nyújtsa ki a nyelvét. Ott áll egy leány szemüvegben a homlokán. Merre jobbra, menjen? Jobbra. Ez is micsoda meglepő. Köszönöm. Szemüveggel a homlokán. Szemüveggel a homlokán. Szia, drága, hogy hívna? Ági vagyok. Ági, honnan jöttél? Hello, Ági. Hevéciáról. Nagyon szép. Tudjátok, Róma mellett, persze. Nagyon szép. És mit csinálsz? Ott laksz? Igen. Ott dolgozol? Nem, itt dolgozok Kecskeméten. És mit csinálsz itt Kecskeméten? Falugazdász vagyok. Falugazdász. Kecskemét egy város. Igen. És az mit csinálsz? Itt is vannak gazdák. Hát Ferinek mondod, hát viccelsz. Micsoda, én már mindjárt otthon vagyok. Ahogy kimondtad, hogy falugazda vagy, rögtön oda húzatott mellét. Érezte, hogy otthon van. Ide ugrottam a lovakkal. És mi a pontos feladatod? Mit kell csinálnod? Hát a gazdáknak segítek támogatásokban. Most épp a területalapú támogatás időszaka van, abban segítünk. Aha, tehát nem te fejed a tehenet mondjuk, hanem nincs, aki megfeje a tehenet. Nem. Aha. Azt ők csinálják. Azt ők megcsinálják. Na mutasd a nyelvet, nézzük meg. Van olyan dolog, amit utálsz magadban egyébként, amit nem szeretsz? Mert a csajokat sok minden nem szeretnek magukban. Neked van egy olyan testrész, amire azt mondta, hogy ez de jó lenne, szebb lenne egy kicsit, vagy máshogy néz neki? Hát... Nem olyan tökéletes vagy. Húzd vissza a nyelved a válasz után. Minden úgy jó, ahogy van rajta. Nem, egyébként? A szájam túl vékony. Na, ez mondom, hogy ez egy népbetegség a nőknél. Nem vékony a szár, pont jó. Ne kövessétek Zimány Lindát, higgyétek el, már ő is megbánta. Komolyan mondom, tehát ez nem jó. Nem tudnak ugyanis szépen szájat feltölteni. Olyan, mintha darás csípje meg. Nem? Van, igen, de Zimány Linda valószínűleg nem bánja a dolgot, mert igazából senki nem szembesíti vele, hiszen nem ismerik meg. Olyan nagyra jött a szája, igen. Hány centis nyelveket mértünk eddig, Feri? 4 és 5. Hogy a fenében van ennek a lánynak 10 centis nyelve? 4-5 gyerekek, hogy? Nagyon gyenge volt. Most azt kérem, hogy ne lefelé nyújtsd, mert eddig azaz, kicsit a végét ez föl. Ez egy nagyobb nyelv. Föl. Ez egy nagyobb nyelv. A kutya is fáj, még egy 10 méterre vagyok. Hát ki az a pim? 6 centi! Azt még mindig négy, csak mondom, hogy a lány a videóban egyébként megnyalja a saját szemét. Meddig tudsz fölnyalni az arcodon? Sem eddig. Orrothegye? És az én arcomon? Egy kölyökvizsla vagy. Te egy kölyökvizsla vagy, gyerekek. Nem érném Jani nyelvét. Egy kölyökvizsla lennél. Na hát jó, figyeljetek. Most akkor volt egy 4, egy 5, meg egy 6 centis nyelvünk. Sehol sem vagyunk a nem olyan rossz. És most Laci jön. Így van. Balázs, nézd már ide! Figyelj, Jézusom! Laci, miért van egy szörny a szádban? Atya úristen! Gyerekek, egy rejtett kincs van velünk, és nem tudtuk. Még 3 napos ez a turné. Lehet, hogy iszom valamit. A folytásával öl. Miss Lefegy. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Jó reggel! Szeretlek, Balázs! Jaj! A hang alapján, ha nem nézek oda, kicsit mélyebb volt, mondom, ajjaj, örüljek, igen. Vagy ne örüljek, tudod? Nem a ranka, nem a mikorunkban már ennek is örülünk. 9:10-11. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello Kecskemét, itt vagyunk a Deák téren, szép reggelt kívánunk mindenkinek, és... Bocsánat, elnézést, hát excuse me. Itt vagyunk már is, gyorsan egy-két közlekedés hír. Gyerekek, egyedül hagytatok itt a Gyüveg stúdióban, már mindenki a fűnyíró versenyre készül? Így van. Valami izgalmas, és vagy te. Igen, és vagyok,
Vagyok én, ugye a közlekedési hírekkel. Azt mondja, hogy srácok, bármit megteszek egy bögrér, de komolyan itt vagyok veletek 6 óta. Jó a műsor, Peti. Hol vagy, Peti? Ki az, hol a Peti? Petikém, szevasz, örülünk, hogy itt vagy. Azt mondja, hogy igen. További jó szórakozás. Reméljük, hogy nagyon jól érzed magad. Petikém, meglátjuk, hogy mit találunk, jó? Nagyon sokan kérnek így SMS-ben tőlünk még ezt, és azt, hát egy kamionnyi ajándék sem lenne elég egyébként, de valamit majd próbálunk kitalálni, hogy mi legyen. Azt mondja, hogy M6-oson fotóznak Budapest felé a 41-es kilométernél, valamint az M5-ös Pest felé Dabas után torlódik. Csüres küldte nekünk, ékezet nélkül, akkor Csüres, így van, Bali, kitalálta. Nem egyszerű, néha ékezet nélkül, ki hogy szereti. M7-es Balaton fele 28-as, 29-es kilométer között torlódik, méghozzá 1 kilométeren keresztül, ott is vigyázzon mindenki, és ugyanezen az autópályán, az M7-esen a 70-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon szintén történt egy baleset. Úgy gyerekek, mindenki Balatonra megy, vagy mi van igen, az M7-esen? És mi is, csak mondom. Ráadásul mi is Balatonra megyünk. Így igen. Van. Igen, mi ma Ferivel megyünk egy konferenciára. Fürcsizünk egyet Siófokon, és utána lecsapatunk Bajára, mert közel van. De érzed azért, ezt ízlelgessük ezt, hogy Feri igen. És Bali egy konferencián. Milyen életidegenek leszünk mi ott. Mindenki öltönyben, zakóban, intelligens emberek között számunkra. Kérdezem a Balást, kiöltözöl délutánra, megyünk egy ilyen óriás nagy rádiós tévés konferencia van, és akkor megyünk ott a kicsit szerepelni, kiöltözöl. Azt mondja, figyelj, persze, igen, így, ahogy most vagyok. Mutatnám a rövid ujjú pólóját, fehér sportcipőt. Mindenki öltönyben, úgy képzeljétek el, igen, megérkezünk ketten nagyon, nagyon jól öltözve. Igen, egy kerekasztal beszélgetés lesz, de hogy tényleg, szóval nem is értem, hogy... Hogy miről? Hogy mit tudnánk mi mondani? Amin ketten vesztek részt. Ne, Feri, mit szólsz ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet az a médiában? Én azt gondolom, hogy szakmai alapokra helyezve ezt a beszélgetést. Csak mondom, teltház van. Egy gombos tűnyi hely sincs már a kerekasztal beszélgetésre. Miért egy lift berendezik? Ne, rohadjál meg. 150 fős előadó teremben leszünk egyébként. Csak mondom, kerekasztal beszélgetésre. Na, de ennyit erről. Na, Bernie már jelezte, hogy játszanom? Hát Bernie kicsi? Már megbújt a igen? Háttérben, és nézi. Hát srácok, nézi a versenyt. Srácok, ez csak egy kis megméretetés a világuralom előtt. A robotfűnyírógép számára nem sok előntudatára ébred. Kérlek, engedjétek át ott Balást. Mindent a kéznek, semmit a szemnek, hanem fordítva. Valaki megfogta a fenekem, gyerekek. Ahogy átjöttem a tömegen, valaki alám nyújt. Pár év múlva, ha nyújtott, akkor se fogják majd meg. Addig örülj neki, amíg megfogják. Egyébként így van. Itt vannak a mi játékosaink. Hello. Szia. Hogy hívnak? Barbie. És igen? Hello, Ági. Ági Barbie. Gyerekek. Ági tök úgy néz ki, mint a tegnapi játékosunk. Igen. De nem. De nem. Nem jössz utánunk? Biztos? Nem üldözöl? Minden holnap álszakálban, bajuszban, csütörtökön, baseball sapkában, pénteken, cowboy kalapban. Mindig ő játszik, igen. Na, hát hogy megy ez a bizonyos fűnyírás, Ági? Kipróbáltam, és egész jól ment. Nem arra gondoltam, amit ez az előbb már tesztüzembe öntél, hanem otthon. Van-e lehetőség füvet nyírni? Telek, családi ház? Úgy érti Balázs, hogy van fűnálatok, 12 és fél hektár. Azt a mindenit! Ez a családi de kert? Miért? Hát igen. Életke, te hol laksz, ne haragudj. Lajos Mizse. Az igen. Már 12 és fél hektár a földetek? Ami, igen. Gyerek igen. Van? Nincs. Nincsen? Nincs. Azért magam elé képzel, hogy kincsen, menjél csak nyugodtan játszani, itt a hideg élelem. Elmegy 4 napra. Azért. És mi ez, gyümölcsös vagy belterületen? Gyümölcsös, fű. Fű, na, virágos, tetszik. Lehet... Lenne helye. Ott a helyem nálad. Igen, ahol fű van, ott Balázs is. Ott van zavarodott tekintet. Alul öltözött. Elzárkozom, minden abszolút elzárkozom. És mit termeltek még a füvön kívül? Abszolút kettelés. Kettelésből? Kettelés. Majd kettelésből mondjuk az ember egy ilyen 150 négyzetméterre azért bevet ezzel azzal, de hát nektek ekkora egy picit ekkora földet adtak egyszerre. Azt a minden segít neki is. És van ember, aki ezt rendben tartja? Vagy csak úgy kimentek aztán, ami éppen érik lesz egyedül? Nem, azért van segítség. Gyümölcsfák, eperföld, 600 minden? 600 darab megyfa. 600 darab megyfa. Az igen. Kimegyek reggelenként az exkavátorra. Egyedül? Hát óriási nagy fűnyíró traktorunk van, tehát... Hát akkor neked ebben a játékban nagyon kell menned. Tehát hát... ilyen rutinod van a hektárokban, akkor nagyon kell menned. És egyedül szeded le a megyfákat? Nem, azért arra is van ember. Lekvár vagy pálinka? Csak is pálinka. Jöhet mind a kettő, Ferikén. Lekvárból már kinőttem. De jó duma, a lekvárból már kinőttem. Nem volt időm, tehát apa csinálja a pálinkát.
Na jól van, de hát Feri, nektek a fűnyírás az ismerős, hát te is sokat nyírtál füvet régen, nem? Úgy csináltuk, hogy megfogtad a kecske hátsó lábát, megemelted és toltad előre, tudod, és akkor egy csíkba nyomta. De Feri, kaszáltak még. Nem? Hogyne, persze, azért is meg a fél lábam egyszer leváltam. Laci bátyám! Hogy vagyunk, Zsugy! Barbikám, te hogy állsz a fűvel? Nem igazán szoktam nyírni. Nem szoktál nyírni. Azért, mert nincs, vagy azért, mert nem szeret? Nem szeretek. Nem szeret. Egyébként igen, hát azért az nehéz. Hát akkor neked találták ki a robot fűnyírót. Ez urad a vágja? Nem. Szüleim, sogorom. Tehát mindenki dolgoztatsz a lakókörnyezetben, csak te egyedül nem. Igen. Van, aki szereti egyébként, nagyon igen. Sokan szeretik, ez egy meditatív állapot, kimész, nyírod a fűvet. Tudjuk, te is a kertészettel, meg a fodor ment. Én akkor a fűnyíró vagyok, gyerekek. A múltkor is meséltek neki a kertészek, hogy megy ez. Akkor a... Nem értem te. Akkor a fűnyíró vagyok. És hogy szeretnéd, Balázs? Balról, jobbról, balra lesz. Na, hát akkor ki kezdi, Ági vagy Barbie? Barbie. Barbikám, kezdtem. Jó fiatalság, kezdj. Okay. Egy perc, 12 másodpercünk van, az a csúcs. Tegnap ugye egy férfi állította be az első játékosunk, a hölgy pedig 1 perc, 32 másodperc, amit csinált tegnap. Egy 12 a körrekordunk? Egy 12 a rekordunk. A legjobb köridő? Igen. Egy 12. Nekem 35 másodperc, ez közvetlen katonaság után volt. Na, megfogod akkor ezt a kis fűnyírót, jó? Barbikám ügyesem. Aha. És végig szlalomozol a pályán, de visszafelé nem kell jönni, mert láttuk a tegnapi játékosokat, és szabályt módosítottunk. Az a baj, hogy makacskodik a gép. Most már tényleg az öntudatra ébredésnek a határán van, és nagyon nehéz irányítani. Igen, egy új Skynet lesz, hogy egyszer csak az öntudatára ébred. Visszafelé egyenesen kell jönni. Jó? Tehát nem kell. A késebben benne van? Van benne kés? Nagyon jó. Akkor álljál arrébb, mert a fehér sportcipőn a vér rosszul mutat. Igen. Marconak is jó szág egyébként. Hagyas a lábad. 42, 41, 38. Na, mehetünk? Óra indul, 3, 2, 1, és tessék. Na kérem szépen, hölgyeim és uraim, egy 1 km per órás sebességgel elindult ez a csodafűnyíró. Hihetetlen, hát ebben a pillanatban már Szújó Zoli letenné a haját, úgy öltene. Viszont, nagyon jó. Viszont hihetettem. Nem borít semmit, nézzétek meg. Most állj meg, mert ez már elment, mint köridő. Hát felejtsd, de nem vagy ügyetlen. Nem, egyáltalán egy kicsi, nem. Kis, ilyen kis, hát hogy is mondjam, antennaszerű dolgokat kell kerülgetni. Ezzel a nagyon helyes kis pofás kétkerekű kis járgánnyal. Ez ilyen szaggatottan megy, vagy szaggatottan nyomon? Szaggatottan nyomon, aha. Uh-huh. Egyébként egészen jól fordul, és egyetlen egy bóját sem sikerült eddig feldönteni. Alapos vagy. Uh-huh. Ha, majd most. Itt egy picit beszorultunk, ahogy látom, a pálya utolsó harmadához közelítünk. Aha, ha beletekersz, akkor ez gyerekek, körrekord lett, gyere gyorsan. Az sose lesz. És aztán gyere. És most itt a Jézusom, másfél hónapnak tűnt. Atya Isten, nem 55-32 a hivatalos idő. 55-32. Tegnap hogy nem őszültünk bele abba a másfél percbe akkor? Akkor még új volt a játék. Mert alul hullott ki a szőrünk. 55 másodperc, de Barbi, tök ügyes vagy. Ez annyira jól durva vagy. 5 kör időt tartasz egész egyszerűen. Ugye 1-12 Feri mondta, az volt a legjobb tegnap, ehhez képest most te vagy az első helyen. Ennyi idő alatt nekem úgy tűnt egyébként tudatilag, hogy kb. Ennyi idő alatt száradhatott ki a Pannon tenger. mire mi ideértünk? Óriás műlesítő versenyeken ne indulj, de ez nagyon jó volt. Aki ugye a héten összesítve a legjobb köridőt futja, az egy nagyon klassz kis elektromos fűnyírót. Konkrétan ezt? Konkrétan nem. Ezt kapja meg? Nem ezt, egy bedobozoltató csomagot. Na. Oké. Okay. Hát, nagyasszony, a 12 hektár után. Itt van. Lehet, itt hogy azon, hogy túl nagy a terület, ahhoz, hogy hozzászokva. Nem az enyém, az uramé a föld. Az uradé. Na, de hogy is a 10 éves gyerekre van ráíratva. Úgy szokta. Igen. Mehetünk, Ági? Na. Elkészültél? Na figyelj, akkor 55 másodperc alatt kell megtenni a dolgot. 3, 2, 1, és tessék! Nagyon bátor rajt után. Ó, Ági elindult. Na, egyébként nagyon fordulékonyan megy. Egy picit határozottabbnak tűnik, mint Barbie. Jó, a csatorna fedél. Azon is átmentünk. Nagyon jó. Így van. Egyébként egészen flottul halad. Már a harmadik zászlót kerül is. A külső íven, Slikumikon egyébként. Jó gumi választás. Abszolút jó gumi választás. Azért Ági van, ott van a hektár. Tehát látszik. Igen. Látszik. Mind a 12. Mind a 12 ott van. Ági van, látszik azért a
a gazdálkodás és az, hogy ért hozzá. Gyerekek, ez nagyon jó. Gyönyörűen használod a rázóköveket. Hihetetlenül elment a sikámban, nagyon jól elfordult. Hihetetlen jól elfordult. Most érünk a célvonalba. És a cél egyenes. És egy nagy egyenes. Na most egy nagy hajrát a végére. Nyomja, nem baj, annyi baj legyen, néni megy keresztbe, se baj. Gyere, Egér, gyere kicsilány. Gyere kicsilány, gyere kicsilány. Mennyi? Hát gyerekek, az a helyzet, ugye, hogy az előbb 55 másodperccel zártuk az első kört, és Ági, ez a bénázás visszafelé, itt ez a visszafogás, ez, amikor nem tudta tartani miért az egyenest, tudom, hogy már mit azt eredményezi, hogy 53 másodperc! 53 másodperc! Oh, a hektár! Bizony, a legyfa! Igen, Miss Hektár! Miss Hektár! És a rutin. Azért tegnaphoz képest mennyit javultunk? Nagyon, egy 30, egy 12, ahhoz képest egy 55 és egy 53. Mind a kettő Atya nagyon Isten, jó játékos. Bejáratodott a gép. Igen. És mennyivel simább a térkő? És ez hihetetlen. Milyen volt? Jó, és még a cipőd is megmaradt. Igen, köszönöm Bizony. Szépen. Próbáltam elugrani. És az se egy utolsó hátrány, most föltöltöttük a járművet, nem úgy, mint tegnap. Igen. Ügyes voltam. Jó, esélyes vagy arra, meglátjuk, hogy milyen köridőt futnak Baján, Salgótarjánban és Budapesten. Reménykedem. Reménykedsz? Elkér még egy ilyen a gazdaságban, nem? Én már reggel kinéztem magamnak. Tényleg? Tehát a műszaki adatok már megvannak, csak a lóvé hiány. A kések egyébként állíthatók, a kések állíthatók benne, és ez azért nagyon jó, mert azt is meg tudjátok csinálni, hogy otthon például a nappaliban nem porszívoztak, hanem vágjátok a padlószőnyeget. Nagyon jó. Egyébként csak mondom, hogy nem ezt nyered meg. Mert hogy ez, erre már János tett egy ellenállhatatlan ajánlatot, és ezért megkapta. Mutatom neked, itt van. Ő lesz az. Ez poncsajosabb. Ez egy elektromos, ugye jól mondtam, hogy egy elektromos hűnyíró. Őt nyered meg, ha a tiéd lesz a legjobb köridő. Jó? De megművelni. Ez gyönyörű. János a lányra mondta, aki ott áll a fotón. Cserélhetünk a végén, ha gondolod. Ez nem néz ki rosszul. És a fűnyíró se rossz, nem? Egyébként jár mit szólsz, hogy egy fiatal lány tolja a fűnyírót. És nézd, mennyi fű. Ezt tehetekig tekerhetne. Hát ez szűje. Na jól van. Oké, megvan tehát a köridő. Hol tudok visszamenni? Bocsánat, köszönjük szépen. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Negyed hét van pontosan. Jó reggel. Kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Jó reggel! Hello! Drága bajaiak, szevasztok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Hello! Hát na, milyen? Gyertek sokan... papához. gyertek csak. És a testét még nem is látjátok. Milyen sokan várnak itt bennünket? Milyen nagyon sokan kedvesek. Várnak? Így van, nagyon-nagyon kedvesek. És hát megjöttünk gyerekek, hosszú dolgokon, nagy dolgokon vagyunk túl, mindenkinek eseménydús volt a tegnapi napja, de az a lényeg, hogy itt vagyunk, és már most jönnek az SMS-ek, hogy várjunk még, ne kezdjük, mindjárt ott vagyok, ne kezdjétek el, rohanunk, úristen, mindjárt elkésem. Szóval gyerekek, mindenki ide akar jönni Bajára. Ha valaki nem tudná helyszínt, mondjuk, hogy a Tóth Kálmán téren vagyunk, a csemege volt előtt, ugye? Igen, ez egy csemege volt. Tulajdonképpen igen. Volt csemege. Már nem csemege, tönkre ment. Csemege, te szeretem ezt a szót, csemege volt, nem? Ez milyen ugye? Jó? Ugye? Igaz? Tényleg fantasztikus, nagyon jól van, lépjünk. Rohadj meg. Jaj, gyerekek, megérkeztél, Feri, jó késő jöttél? Na, figyelj, 10:30-kor én már itt voltam Baján, mert ugye az volt az ütemterv, hogy Kecskemétről mi átugrunk rögtön ide hozzátok, és akkor milyen jó lesz, eszünk egy gyufatésztás halászlevet, sétálunk a városban, megnézzük végre. Ezt te meg is tetted csak egyedül. Hát te voltál egyedül. Halló, egy jó halászlevet, takarodjál már 10:30-től. Na, pontosan ez történt, nem indultam el. Mi ugye Siófokon voltunk a Balázsra, tegnap elmondtuk. Ne szóljál egy szót sem, majd én elmesélem. Gyerekek, egy előadás volt, ami olyan teltházas, hogy még a függönyön is lógtak. Az igen. Csak a Puzsérra jöttek ennyi. Ja nem, a Sebestyén Balázs Bocskor Gábor összecsapást kellett gyakorlatilag a testünkkel védeni a két sztárt. Nagyon könnyű... De hoztuk. Hoztátok, nagyon könnyű volt, van ilyenkor egy moderátor, érted, aki megpróbálja vezetni a beszélgetést. Ő a valamikor Playboy főszerkesztője, Pantl Péter volt, aki ilyen hanyag eleganciával beült, egy kérdést bedobott, azt ezek végig beszélték a 40 percet. Az igen. Peti, hogy jutott be egy tavalyi meghívóval? Szerintem igen. Igen. Volt egy média konferencia, ez minden évben megrendezik, nagy előadások, szakmai fórumok, nagy üzletek kötetnek este már félrészegen, ugye a Várpultnál, és egy kétnapos nagy konferencia, ahol különböző hát, médiumok képviselői tartanak előadást, beszélgetnek, értekeznek, nyomtatott sajtó, elektronikus média, rádió, tévé, internet, minden, és két napon keresztül beülhetsz előadásokat hallgatni. De azért ez inkább szakmai, mint sem civil, de az utcáról is be lehet menni.
Na, és ott a szervezők minket összeengedte Gáborral. Egyébként nagyon normális volt szerintem, meg egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Hát igen, nagyon sokat nem kellett Petinek kérdezni valóban, mert ilyen 10 percet beszélt Gábor, 10 percet én, azt már integettek, hogy idő és... A fél idő. Fél idő és vége is. De utána is dumáltunk még, és nagyon normális volt szerintem, meg jól állt a dologhoz. Nem volt egy ilyen nagy adok-kapok, lehet, hogy néhány azt várták, de ilyen policiként mi azt megbeszéltük, hogy nem lesz az, hogy apró darabokra szedem. Hát úgy, azért, hogy... ha most idéznék egy-két mondatot jó, a tegnapból... Jó, de ő is bebeszurogatott azért, tehát hogy volt, de egyébként tényleg jól sikerült. A dokumentum egyébként a nagy találkozásról természetesen fenn van a Morning Show Instagram oldalán, a következő felirattal, hihetetlen a Media Hungarian összefutottam a nagyapámmal. De odaértem, hogy bocsi, jó arc szeretjük egyébként. Igen, az Instagramos közönség ezt kapja a képeket, csak mondom egyébként, hogy hihetetlen számban növekszünk, majdnem 43 ezeren vagyunk már az Instagramon. Nem lehet. Könnyű a Facebookon 300 ezeren lenni, meg 400 ezeren. Az könnyű. Könnyű, de azért legyünk már 300 ezeren, mert most már unom. Már nem egy nagyon szűk társaság az Instagram társaság, bővülünk, de jól állunk még mindig, 40 akár hány ezeren itt van vagyunk. Közöttetek valaki, aki ezt az Instagramot kezeli, ahogy az előbb a Balázs mondja. Ugye? Egy valaki legalább nyújtsa fel. Tehát te Instagramos vagy? Instagramozol? Igen. És be vagyunk Instagramolva? Igen. Na, ő jó. A 41-ből, a 43 ezerből az egy. Bögre érte. Na, jó van. De jó van, ezt szeretem. A rámenőség az van. Ezt szeretem, bögre érte. Töltsétek le, ugyanaz, mint a Facebook, annyi a különbség, hogy itt csak fotókat tudsz feltenni tulajdonképpen, és a fotók alá tudsz beírogatni dolgokat. És? Szerkesztő, Sebesnyi Balázs. Kicsit egyéni, mint a Facebook, illetve nem, mert a Facebook is nagyon jó, csak más típusú képek kerülnek föl, de ugyanúgy Jani ruhaszárításáról, Feri kajakészítéséről, hárman, amikor helikopterrel utazunk, de más típusú képek, mint a Facebookon, és egy applikáció letöltétek, és azonnal ott, és lehet bennünket követni. Ez egy fotó alapú applikáció, fotókat lehet feltölteni, fotókat lehet követni. Jó. Balázs játszótere. És amikor így havonta egyszer eszébe jut, akkor viszont. Most egészen aktív az oldal. Tehát most két nagy napja. Most 2-3 napja ment föl egy 3-4 kép, előtte egy hónapig semmi, de hogy most egészen jól állunk. Hát kiéheztetted az Instagramosokat? Igen. Ki? Igen. De most tényleg azt mondja, hogy 2-4-5 kép felül fel nagyon gyorsan. Ebből négy, egymás után. Ebből egy tudatos volt, 4-szer meg rosszul nyomtam. Igen. Na úgyhogy ez volt, gyerekek, viszont el kell, hogy mondjam, hogy én nem jártam azon az úton, ami Siófokról átvezet Bajára, és Feri, te biztos emlékszel, hogy ez melyik út? Talán 65-ös? A 65-ös. Hát az valami elképesztően gyönyörű. Olyan, én fotóztam település neveket, olyan helyeken mentem át, hogy én életemben nem hallottam harcról például. Zsombok talán, ha jól emlékszem. Hihetetlen. Kiskörös. Igen. Nagy kerülővel. Dombóvár, Szekszár, Paks. Olyan hely. A városok számomra Gyula, Békés, csak ez életben nem hallottam. De figyelj, képzeld, elképesztő. Tehát ezt nem hiszed el. Olyan helyneveket fotóztam, hogy nem találom. Hogy rohadtul nincs meg. Volt egy olyan rész, képzeld, ilyen, hogy képzeljétek el, hogy felmentem a domb tetőre, látszott az egész Balaton, látszottak a hegyek, gyönyörű volt, megálltam, levettem a felső, az ingemet, levetköztem félmesszel erre, magamhoz nyúltam, de hogy is no. És ültem egy fél órát, napoztam úgy, hogy ember nem volt, vadászlesek, állatok, és egy ilyen hegy tetőre kaptattam föl az autóval, nyilván a szponzor majd. A vadászlesek irányából nem jött csillogás, mert lehet, hogy azért tápcsővel figyeltek. Egy pervers vadász nézett, és nagyon... Hallod, Rezső, gyere, már ezt nem fogod elhinni, a Sebestyén Balázs itt nudizik a szemben a szántásnál. Hát még elmennek az őzek, te. Figyelj, olyan voltam, mint Buddha. Fél órán keresztül ültem a dombtetőn, és szemléltem az országomat. Tehát, hogy ez egyszerűen annyira jó volt, csak azért indultam el, mert megígértem egy közös vacsit, de hogy nagyon-nagyon szerettem. Gyönyörű rész, de este ebből nem sokat láttál. Az ég egyet a világon, egy darabig az elejét még igen, de én szoktam közlekedni ebben az országban, tehát nem csak külföldön nyaralok, mint egyesek, úgyhogy én már ismertem ezt az utat. Te szemét! Én ezen az úton soha nem jöttem. Ez a Siófok Baja, ez valahogy nekem elmaradt. A Bajár megy az ember, vagy Pécsen, nyilván autópálya, de ezek a kis átvezető utak, pici, apró kis falvakon, településeken gyönyörű. Tényleg gyönyörű az volt. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
ki az a Kobayashi Kenichiro? Komolyan mondom. Hát ezt ki... ne kezdel, már megégette magát egy rádiós kolléga. Ebből már a bocsi belenyúlt, én is nem akarok nyílt levelet, ezért Falusi Mariantól, Lang Györgyitől, hogy új, se hogy mertük mi a szánkra venni ezt a karmestert, Jézusom. Hogy ülhet a mikrofon mögé hogy egy ilyen vegyék el tőle az engedélyt, hogy nem, mit mondott a karmesterekről, úristen, én nem szabad belelépni még egyszer ugyanabba a folyóba, nem is lehet egyébként nyilván. 9:12 perccel itt vagyunk Baján. Hello Baja, jó reggelt kívánunk mindenkinek, nagyon drágák vagytok. És még mindig... Jó reggelt, hello, még mindig. Miss varrodák ott vannak előttünk, és állnak, és már csak ketten, de ők a zsuzsik tartják a frontot. Hogy vagytok? Olyan ez, mint egy nagy majális, nem? Ennyi ember, itt vagyunk, mindenki vidám. Szól a zene, gyerekek, nem kell más. Egy vattacukorárus kéne meg egy hotdogos, nem? Nincs vattacukorotok? Nincs. Az sincs. Hogy lehet így eljönni otthonról? Azt mondták. Hozunk legközelebb. Kürtös kalácsos van? Tényleg? Azt mondtátok. De ott az van. Autó, én az Auréliót láttam ott megállni, hogy igen. Az kávés. Ja, lehet, hogy kávés. Igen. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mit írnak a hallgatóink. Trafi az M3-ason Miskolc irányában a 106-os kilométer kőnél. Ezt Kornél küldte nekünk. Köszönjük szépen, lassú haladás a budai alsó rakparton. Hát ott ugye nagyon nagy felújítások vannak, szerintem az még egy darabig úgy is marad. Aztán van egy trafink a 47-es kilométernél az M7-esen. A balatoni irányban, úgyhogy ott is mindenki figyeljen, és menjen egy picit lassabban. Ezek az SMS-ek jöttek. Azt mondja, hogy már nagyon várnak titeket holnapja Tarjánban. Mi a kedvenc sütitek? Megyes Dió, Szabina kérdezi. Az öcsémet küldjétek el az iskolába, léci. Van egy olyan gyanúm, hogy még mindig ott áll az üvegstúdió előtt az első sorban. Hogy hívják a gyereket? Azt nem tudom, azt nem írta meg. Mindjárt mondom, hogy írja, hogy hívják a lányt, aki írta. Anitának hívják, azt hiszem. Kinek van Anita nevű nővére? Tegye fel a kezét, aha. Nyilván nem teszi fel. Persze, hogy még maradhasson. Rejtőzködik, igen. Adri. Kinek a tesója az Adri? Adri nevű. Adri, drága, lehet, hogy a tesód már elment akkor az iskolába. Akkor már jól viselkedik. Na, Jani, mikor akarsz várat mászni? Ma vagy holnap? Szívesen összefutnék veled egy aláírásra. Ez már gondolom Salgó Tarján holnap, igen, holnap. Ja nem, de hogy holnap, ma megyek. Már megyek Somoskőre. Somoskőújfalu mellett, ugye van Somoskővár, egy gyönyörű szép hely, a szomszédvár, a másik hegycsúcson a Salgóvára, többször voltam már mindegyiknél, de természetesen minden évszakból kellene kép, és ezúttal sem hagyom ki, főleg, hogy 3 kilométerre van a szállásunktól, nagyon jó kis gyalogtúra. Mindenkinek ajánlom, egy gyönyörű szép este hely. Este majd meghallgatjuk, jó, hogy milyen volt. Meg hát ugye az érdekesség a Somoskői várnak, hogy a vár a szlovák oldalon van, a település pedig ugye magyarul. Ja, azt mondja, hogy Bali, Jani most is egy 18 éves tester, na, mégsem csinál semmit másképp. Jó, aha, igen. Ja, arról beszélgettünk, hogy mennyi minden máshogy csinálnánk, ha ezzel az ésszel 16 éves testben lennék. Viszont én megmondom őszintén, hogy ezt a kis SMS-t én bóknak veszem, mert hogyha valakinek 45 évesen még 18 évesnek tűnik a teste, hát azt szerintem... Egyébként az jó, az egyébként tényleg jó. Hello! Szia! Sziasztok! Nekem köszöntek. Ja, azt hittem, az én korosztályom, vagy a magasságom. Igen. Nem, csak gyerekek. Na, gyerekek, hát az évszázad másik játéka következik, nagyon szeretjük. Milyen nevet adtunk neki? A retteget zuhany! A festék zuhanynak is szoktuk nevezni, igen, de így bombasztikusan. Festék zuhany, nem. A retteget zuhany, gyerekek. Csak mondjuk, hogy élő streamen egyébként ezt is lehet nézni. Élő streamen, azt odaadom. Igen, méghozzá a Klassz FM Rádiónak a Twitter oldalán a Periscope applikációban lehet nézni. Úgyhogy töltsétek le Periscope, hát jelentsen a szó. Hogy érted, idáig látsz vele, vagy mi? Bármi. Na! Azt a mindenségit te neki, gyerekek! Te cukik vagytok! Kik ezek a gyerekek? Rengeteg gyermek itt körülöttünk, egészen picik, hello! Sziasztok! Ki kicsoda? Az MNAMK óvodából jöttünk, Barbie óvónéni vagyok. És nem volt ilyen, hogy Pitypang óvoda, vagy valami MNAMK? Ez a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának óvodája. Most már értjük. Egyszerűsítsük le, milyen és csoport? És a napsugárcsoport. Napsugárcsoport. Rövid kis csatakiáltással is szeretnétek meghallgatni? Mindjárt meghallgatjuk. Igen. Téged hogy hívnak? Mónika. A Barbie Mónika. Igen. Így van. A gyerekek pedig azt mondja, hogy Botond, Hanna, Ádám, Zalán, Dóri. Egyébként nagyon helyesek, feltettek az óvónénik, ti tettétek föl? Kis Klassz FM-es matricákra a gyerekek nevét egyébként. Igen. Klassz FM bénik. De óvónéni pisilni kell. Igen. Ez volt a gyerek arcán. Nekem már nem. Nagyon cukik vagytok. Hány évesek? Kicsik kis még. Csoportosok kis csoport. És középsősök. Te jó. Na, meghallgatjuk a csatakiáltást? Hallgassuk meg. Na, gyertek gyerekek ide körénk, jó? Gyertek ide. Gyertek közelebb.
Ne féljetek az óriás bácsitól, nem harap. Hozzám jöttek ide, csak mondanám, és hozzád nem. Gyertek ide, legugolunk, jó? Gyertek egészen körénk, jó? Na, és akkor mutass. Botti, te ne gugolj le. Szofi, tudod a csata kiáltat? Napszugárc. Várjál, még ne kezd el mondani. Na, halljuk, jó? Az egyik gyerek. Hevesi Hanna. Hello, Hanna? Úgy hívnak? Hanna, de cuki vagy. Jó van, na mehet. Napsugárc csoport, mi vagyunk, Klassz FM-et hallgatunk. Nagyon jó! Áj, de szép volt, nagy tapsot kérünk a bajaiártás. Igen. Dórinál eltört a mincses. Édesem. De édesek vagy. Dóri így végignézte Ferit, látta, hogy a feje már felhőben van. Húzzá már róla, már nem én miatta volt az egész. Dóri sírva fakadt. Tehát mondja, ekkora embert ő még nem látott. Így van, egy picit lejjebb guggolt a Feri, és akkor látta, hogy kőszeri kecskék rohangálnak a testén. Na. De édesek vagytok. Kit locsoljunk meg? Hát csak már az egyik kogó nénit. Barbie nénit. Barbie nénit vagy Mónikát. Nem. Kit? Mi van? Nem, egy másik Mónikát. A Mónika Stimmel. Na! Bevállalós anyuka. Egy bevállalós anyuka. Igen. Neked a gyereked szintén ide jár. A Hanna. A Hanna. Hello, Hanna. Ha? És akkor ez egy ilyen nagy óvodai festés lenne? Ezért szeretnétek ti megnyerni ezt az 50 liter festéket? Így van. Mit csinálnátok belőlem? Festenénk az óvodát. Nagyon jó! Ez egy kreatív, egyszerű, de ugyanakkor ezt zseniális ötlet. Festékből festeni. Arra akartam kiukadni a csoportotokat, az óvodát, az étkezőt, az nem tudom, bármit. Az egész óvodát szerintem belül. Az de egész intézmény belefér szerintem. 1000 négyzetméternyi festéket lehet nyerni, tehát belefér. Akár beleférhet. Fogadjunk, SMK-s vagy. Nem. Nem vagy SMK-s? Nem, de akart nagyon, csak volt egy gyorsabb. Nem. Ugye? Nem, de jó. Na, én sem értem őket. Az óvónénik szeretik az SMK-sokat? Szeretjük, nagyon. Nagyon kedves SMK-saink vannak. Aha, de jó nektek. Jó van. Taktikus. Na, taktikus válasz, igen, taktikus válasz. Na jó van, gyerekek felsorakoztak. Megtanultátok az összes virágnak a színét egyébként, tényleg? Remélem. Kívülről tudjuk. Na jó, de azért... Meg az óvónénik. Az óvónénik megtanulták, jó, de azért Mónikát kicsit meglucsoljuk, tehát azért ne legyünk egyesek, nem? Na. Kizárt. Mónikám, pattanjára be a lavorba gyorsan, be, szépen állj be, jó? Cipőle. Retteget zuhany. Mondjuk a hallgatóknak, hogy ez hogy néz ki, hát ha valaki még nem látta. Tulajdonképpen tényleg, mint egy ilyen diszkolámpákkal lenne körbevéve ez a kis az állvány. Ezen ugye festékes bödönök vannak, mindegyik más színű, nagyon ilyen retro hangulata van a dolognak. A játékosunk feje felett pedig egy zuhany, ő bent áll egy lavorban, a háta mögött egy ilyen kis... Mi az, ami neked is van a zuhanyzódon, Jani? Ilyen függöny. Vízkő. Ne, függöny. Te is ugye így zuhanyzó, elhúzod a függönyt és kinyúlsz a törölközőért. Van egy kis függöny, a játékosunk leveszi a cipőjét, beáll a lavorba, és ha jól válaszol, akkor nem kap festéket a nyakába. Mónika nagyon rutinos, már mezitláb áll egyébként a lavorban. Hanna, izgulsz anyáért? Mi lesz, ha festékes lesz? Meglocsoljuk? Meglocsoljuk? Nem. Hát, na, de hogy meglátod, nem. Milyen jó buli. Imádtam volna, mert mondja, adjatok neki! Még adjatok neki! Na jó van, és az összes virágot tényleg megtanultátok, Barbie? Igyekeztünk, igen, és ezúton szeretnénk megköszönni, ezt megkérdeztem, hogy szabad-e mondani. A Kölcsei utcai festékboltban ott kaptuk a polifárbe színkártyákat, és ez alapján készültünk fel, hogy köszi fiúk, megígértétek, hogy szurkoltok, szurkoljatok! Bementek a szponzorunk itteni boltjába, kikérték a kártyát és bemagolták. Mekkora stréberek. Hihetetlen profik. Mekkora stréberek. Hát ez elképesztő. Gyerekek, de... majd nagyon rosszul néz ki az óvoda és kell a festék. Valami nagy gáz van ezzel az óvoda. Szeretnénk a Ferit szaván fogni, tegnap ugyanis felelőtlenül 100 liter festéket ígért. Mi csak te egy ilyen célzást tehetünk, ez nem rajtunk múlik. De az, hogy így felkészültetek előre, hát sajnos a játékszabály alapján ez kizárók. Sziasztok gyerekek, aranyosok voltatok, hogy olyan, azt még hadd tegyem hozzá, hogy óvodától az érettségig, tehát hoppa. Elég nagy intézmény vagyunk. Te ilyen tipikus óvónő vagy, igen. Ahogy beszélsz, ahogy kinézel, ahogy nem? Nyomulsz. A mi intézményünk olyan, nagyon fessek, aranyosak a gyerekek, Barbie tipikus óvónő, nem? Tehát ha nem mondanád, hogy óvónő vagy, összefutunk valahol a közé, megmondom, hogy te biztos, hogy óvónő vagy. Aki nem mosolyog, nem kap csokis piskoltát. Gyerekek, készüljetek! Na, locsoljuk meg Mónikát! Én azt mondom, így, jó? Hányszor hallottam már ezt a számból a gyerek a lefekvés után? Igen. Otthon. Jaj, na. Mónika, mikor locsoltak meg utoljára?
mivel? Hát, jaj, nem, mert itt gyerekek vannak itt, hát itt van egy komplet óvoda, Mónika. Most ne figyeljetek, majd a bácsi mond közben nektek egy mondókát. Nézzétek addig az óriás teret a figyelmüket. Úgy értem, hogy húsvétkor, vagy tehát ilyenekre gondoltam nyilván. 100 éve húsvét. 100 éve húsvétkor. Na, hát most nem fogsz elhervadni. Jöjjön akkor az első kérdés, ami így szól. Hogy? Milyen színű szerintetek a súlyom? A súlyom. Szürke. Aha. Ezt pedig melyik, ezt a felét a Mónika melyik tanulta. Melyik pici csebete mondta ezt? Szürke. 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 Tessék? Az, szürke. Csináljuk azt, de hogy itt a jó... működik ez a vacak? Gyerekek, kitaláltam. Itt a jó válaszért locsolunk. De azonnal megfejtettem. 10 évig kvízműsort forgattam, mindenre van jó megoldásom. A jó válaszért locsolunk. Melyik gombot kell nyomni? Nem, egyébként nem egyszerű, hiszen van rajta 3 gomb. On, off, egy, egy, kettő, három. Jó, elfogadjuk. Elfogadjuk. Mi legyen, szavazzanak a bajaiak. Locsoljunk? Igen. Ezt én igennek hallottam. Imádják. Figyeljetek, legyen egy kikötésünk, hogy azért a gyerekek is mondjanak. Tehát mindenképpen a jó válaszok között legyen egy olyan, amit a gyerekek mondanak. Jó. Jonatán, mit csináljunk? Lesz. Döntsél, locsoljunk? Igen. Ez az! Egy van. Há, Jonatán az én emberem, azonnal tudtam. Jaj, de szép szín, odanézik. Mónika ebben a pillanatban piros festékkel kezdett megázni egy picit, és Jonatán a mi emberünk. Jonatán, Jonatának egyébként a szeme se áll, jön hátrafelé fordított baseball sapka. Így bízhatunk benne egyébként, hogy... Azonnal kiszúrtam. Ja, meg elfejtettem megnyomni az off gombot, ja, bocsánat. Igen. De nyomom, de most nézd meg. Nem áll el. Nem áll el. Aha. Ott most eláll. Hú. Na. Jó, na figyeljétek! Sajnos a rossz hír, hogy elfolyt 10 liter festék, már csak 40 van, nézve. Mi a következő kérdés? Na figyeljetek, azt mondja, hogy ez a gyerekekhez szól ez a kérdés. Bizonyám, nagyon csak a gyerekekhez gyerekek. Nem sugunk, nem szájról olvasunk, nem segítünk. Na, mikor volt a kenyérmezei csata? Nem természetesen nem ez a kérdés. Jó, milyen színű az aranyeső? Szigyomsárga! Így van! Ügyesek, jó válasz! Na. Locsolunk, mert jó válasz volt! Így van! Hadd fogjon a Mónika. Pesté! Na, nem lehet kiállni! Nem állunk arrébb, tűrjük a locsolást! És most nagyon néz jó. Föl, repülő! Nagyon jó! Akkor tehát... Majdnem fölnézed! Egyébként majdnem! Gyerekek, egyébként ez az off-gomb tényleg nem működik, csak gondolom, hogy ez egy nyomom. Neki! Oké, megállj! Lassan reakcióidő. Jöjjön a harmadik kérdés, eddig mínusz 20 liter. Ugye? Ahogy állunk jelen pillanatban. Na? Na, figyeljetek, az árvalányhaj milyen színet akar? Hát, ha tudják a srácok, árvalányhaj. Árvalányhaj. Igen? Tarack, parasz. Mondjad, Marci? Na? Barak. Barack, így van, jó válasz! Azt a mindenség vagyok! Most egy kicsit pihentetjük Mónikát, jó, hadd pihenjen, száradjon rá a festék, most valami nagyon durvát. Nagyon hú, durvát. Várjátok, azt mondja, hogy nézem, igen, de nem, ez sem. Figyelj, megtanulták az egészet, nem tudsz ezt kérdezni. Figyeljetek, akkor legyen mondjuk a csillagfürt. 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 Boton, milyen színű a csillagfürt? Nem tudom. Nagyon jó. De legalább őszinte vagy. Igen, Marcikám, mondj valamit. Lila! Lila! De szép! Figyelj, tényleg betanulták minden, az összeset. Aha. Mit csináljunk velük? Fogadjuk őket öröm. Nagyon okosak mi. Jó, oké. Okay. Na jöjjön még egy utolsó kérdés, jó? Jó. Nagyon komoly tétje van, nagyon komoly, nagyon durva a játék. Legyen valami olyan, ami még nem volt az elmúlt napokban, ez pedig a... Milyen színű a kende? Ja, tényleg. Oh. Színű a vadkender. Ja, ez nincs rajta. Jó, na. Mika. Haki nem. A Videoton FC színei. Ja, jó. Na, jó. Na, ez a kedvencem. A krókusz. Tessék, krókusz. 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 Ez a Mónika néninél van. K betű, az nálad van? Mónika néni. Krókusz. De hát milyen színű a kókusz? Varázsoljuk ide a választ. Hókusz, krókusz, gyerekek. Úristen. Na, jó. Csak gyerekek, nem hülyek. Hókusz, krókusz. Na, milyen színű? Igen. Nincs rajta a palettán? Hogy lehet? Ah, sajnos ez nincs rajta a palettán, hát ebből nem tudtatok felkészülni, így van. Na, milyen színű? Kékes lila. Ezt is tudják.
Minden tudnám. És ha akar mondom, hogy aki rohannak rókusz színű polifarbe festékért, az nem ennyi, mert nincs. Nincs, egyébként nincs. De hogy megfestetted. Jól van, na figyeljetek ide, Mónika, nem locsolunk meg téged többet, jó? De hősies vagy, Feri, mit csinálnál? Locsolnál még? Hát persze! Jó, még egy utolsót, egy utolsót még kapsz egy kicsit, jó, jön a festék, viszont nagyon ügyes voltál, mert nyertél, mennyit adjunk az Ovinak? Édes Istenem, azon, hogy várnék egy ilyen bólintást oldalról. Sponsor? Figyelj csak, azt szeretném kérni, ki közületek ki az, aki a legmagasabb beosztásban van a cégnél, gyere akkor közel, jó, légy szíves. Következő a helyzet, nagyon takarékosan bántuk eddig a polifarbe festékekkel, mindenkinől levontuk, amit elrontott. Itt vannak, nézd meg a könnyező szemű kisgyerekek, érted? Nem sírnak, Feri, csak... Ja, bocsánat, igen, kicsit próbáltam túlhúzni. Kicsit azért túlhúzod. Én még ma nem is ettem. Gyönyörű óvodájuk van, de ráférne egy nagyon jó felújító festék ezzel a kiváló egyrétegben is. Tökéletes, tessék! Legyen meg a 100 liter! Légy sóher! Ne légy sóher! Megvan a 100 liter! 100 liter! Azt a mindenségi neki! Hát mi az a játék határok nélkül? Ki az a Gundeltakács? Mi történik itt, Bajár? Úristen! Fantasztikus! És most gyerekek, válaszoljon a kérdésre valaki! Ki szeretne egy hónapon keresztül Balázs pénzén fagyizni? Na jó van, újítsátok fel akkor az óvodát, jó? Tessék? Kérés? Milyen kérés? Igen, van egy dalunk, a Bajai halászlédal, ami már a technikusoknál van. És ez a mi kedvencünk, meg lehetne hallgatni. Persze, kiírjuk nektek egy CD-re, és akkor meg tudjátok hallgatni, jó? Én meghallgattam ezt a dalt, adásban nem tudjuk betenni, de nagyon, nagyon jó. De megkapjátok, jó? Meghallgattuk, egyébként pendrive-on eljutott hozzánk. Köszönjük szépen. És külön köszönjük Mónikának, az anyukának, aki Mónika, vállalta a hősies Mónika. Ugye? 100 litert nyertél az óvodának, SMK-s tag lehetsz, beválasztottad a közgyűlésbe, tiszteletbeli tanárnő lehet, akikre vagyunk büszke, akikre büszke vagyunk, táblára felkerülsz, lehet, hogy olajfestmény is készül róla, de egy kápolnában. 100 liter festék, ki tudjátok festeni ebből az egész óvodát, szerintem. Jó, 50 liter az kb. 1000 négyzetméter, tehát ebből fél baját ki tudjátok festeni. De tényleg. Rossz hír, hogy a 100 liter nagyobb része az ott van a lábad alatt, elfolyt. Örülsz? Jó, langyos. Örülsz, Moni? Persze, természetesen. Örülök, hogy meglocsoltál. Hányszor hallottam ezt régebben, amikor még szingli voltam. Ja, gyerekek is vannak. Mondja, drága, mondani akartál valamit? Utállak, Balázs bácsi. És mit szeretném mondani? Csak a Fidesz. Na jó van, gyerekek, most már tényleg ez. Na jó van. Köszönjük, puszi nektek, sziasztok, ciao, ciao. Sziasztok, sziasztok. Aztán csak rosszan, jó? Jó, te halljak rólatok. Legyen mindenki nagyon rossz, jó? Menjetek vissza az iskolába, dobáljátok szét a törölközőket, kenjétek szét a fokrémet. Dobáljátok szét a WC-papírt, kenjetek mindent oda, ahova csak akartok, jó? Mondjatok nemet ma mindenre. Így van, szabaduljon el a pokol. Így van. Na jó. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Óra, múlt 15 perc, jó reggelt kívánok. Hát erre nem lesz szükség, nem? Azt hiszem, az árnyékolót. Az árnyékolót felengedjük, mert egyelőre nem süt a nap. Csináljátok valamit, hogy legyen nap. Nem azért van lent, hogy megvédje minket a naptól, hanem mert valami megszakadt benne. Figyeljetek, ez annyira jól ment Kecskeméten. Fogtam, fölengedtem és fölment. Most pedig... Ne húzz lejjebb! Nézd, na látod? Jani ügyes, megoldotta. Picit lök fölfele. Igen? Aha, így van. Mint mindig lennél. És ott ezzel fél hétig meglennénk. Igen. Na jó reggelt kívánunk, jó időt hoztunk, nem? Ugye? Megjött a jó idő. Általában egyébként azon gondolkoztam, hogy szerencsénk van a kitelepüléseken. Mindig valahogy azt mondják, hogy eső, vihar, és valahogy megoldódik. Kivéve mondjuk tavaly Balatonfüred, amikor elásztunk. Az nagyon durva volt. De itt is van esély, hogy azért ne szakadjon az eső végig. Most nincs rossz idő, nincs hideg. Most az van, hogy én felváltva nézek ki, és felváltva nézek a telefonomra, mert lehet, hogy azért, mert nincsen éppen wifi-m, vagy nincsen éppen megfelelő internetem hozzá, de azt írja, Salgótarján felszakadozó felhőzet, és egy napocska van itt a sarokban. Ez már az, már szakadozik, nem, csak ahogy ebben... szakad, akkor kifolyik belőle a víz. Jó, akkor amikor a kedves Salgótarjának közül valaki úgy érzi már, hogy nem bírja tovább cérnával, az jöjjön itt a stúdióhoz, kimegyek, és majd mutatom, és együtt próbálunk meg így hinni abban, amit a képernyőn látunk. Én hajnalban jöttem, egyébként van, ahol nem esik és süt a nap. Tehát itt van egy kis felhő fölöttünk. Ez Mallorca. Igen, ott nagyon jó idő van. De nem, 60 környékén, ott az autópályán, ott gyönyörű napsütés van, és nincsenek felhők. Tehát, hogy jöttem most ide. Megnyugtattál bennünket, hogy 60-nál jó idő van. Tehát az erre jön, akkor jó lesz. Ha ez megy arra, akkor nekik is rossz lesz. Tehát akkor inkább bízunk az ellenkezőjében. Na mi újság, jól vagytok? Ki hogy van? Fölébredtetek? Mindenki már így korán reggel? Igen?
Nézd meg, a mentőszolgálat van, vagy mi? Ja, nem mentő, betegszállító. Visztek valakit, és benfekszik a kocsiban? Dehogy fekszik. Azt mondja, ráérünk, gyerekek, megállunk egy kicsit a Morning Show-nál. De, kicsit szólt a beteg, álljátok meg, kedvelem a Janiékot, egy bögrét hozzatok. Hallották tegnap adásban, hogy Balázsnak egy picit nazális a hangja, és aztán biztos alapon jöttek. Gyerekek, necces volt ez a ma reggel. Egyébként fölkeltem 3:30-kor, 4-kor elindultam, a laza hőemelkedésem, most már tolok valami aspirint, meg nem tudom, itt a lányok infúzióra köttek, meg nem tudom, mit adnak, úgyhogy hajszál volt egyébként, hogy ne érjek ide. Nem voltam túl jól. De megláttalak ennyi mosolygós arc, és azonnal gyógyulni kezdtem. Megmosom Magyaróvárnál, meg egész jól érezted magad. Igen, aztán ránéztem a GPS-t, és újra elbizonytalanodtam. 1:20 Budapest, az egészen tűrhető, nem? Neked. Hát annyit idő alatt tettem meg. Senkinek nem sikerült. Mit csináltam a maradék 40 percben? Mert 6-kor estél be. Elmondom neked, itt, ha tovább mész a téren, nem csak egy gyalogos erő. Ja. Tovább mész a téren, itt jobbra fölfelé van egy utca. Itt felmentem az utcán, és egy kis közért előtt megálltam, és aludtam 1/2 órát. Úgyis annyira korán indultam, Jani már tegnap a frász hozta rám, hogy induljak el joggal, mert hogy fölbontás van, ugye ott a nem tudom hányason volt. Egyébként, álmodom, inkább elindulok 2 órával előtte. 5:45-6-kor itt mentem el az UX stúdió előtt. Ja, ezek szerint a Győzék házán már nincsen kit az RTL klub felirat, mert tudod, hogy neked alanyi jogon jogod van bemenni aludni. De erre lakik a Győző valahol? Ki itt lakik? Tudja, hogy hol lakik? Nem? Itt mi? Hol? Itt ebben a nagy panel házban? Azt a mindenit. Hátul itt a úszoda fölött. Úszoda fölött. Ah. Jól átvertek minket a Győzikes Róba, ha itt lakik a panel házban. Az úszoda fölött, az úszoda fölött. Aha, és még mindig itt lakik egyébként? Itt szoktatok vele? Nem is találkoztatok vele? Már a NAV lefoglalta a házát, mi? Mit tudsz a Győziről? Hát szinte mindent. Tényleg? Akkor viszont mesélj! Na. Komolyan, kérdezzetek, és akkor válaszol. Na szóval azt tudom, hogy ez a villa, ez gyakorlatilag az RTL klub tulajdona volt, ez bátran ki lehet mondani. Mindent tudsz. Tulajdoni lapot kértél ki a földhivatalból, mindent tudsz. Ismerem Gáspár Győzőt, Gáspár Zsoltit, Bea asszonyt, Evelint Virágot, és van egy nagyon érdekes történetem. Ajaj. A Bea asszony... Ádia, el lehet mesélni? Elmondható? Ha baj legyen. Semmi rondan nincs benne? Jó. A Bea asszony gyakorlatilag akkor volt terhes, mikor a kedves feleségem is a Virággal, és akkor bent volt a Salgótarjáni kórházba a Győzike, és érdeklődött így orvosok iránt, és azt mondja, kedvenc sztorim, ott van szülészet, nőgyógyászat, Győzike, mondja nekem, figyelj már barátom, segítsél már nekem, azt mondja, nem nagyon akarna segíteni, de te már hesszelsz engem már jó ideje. Mondom, persze Győző, hát nyugodtan, hát segítek én neked. Azt a szülészet és nőgyógyászatot keresem, jó, akkor megfordul szépen balra, és ki van írva egy betűkkel. És ott ülök. Ott állt előtte gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag igen. A Győző a humán tantárgyakon soha nem volt erős. Ez nagyon durva sztori volt. Izgult, hát a gyerek miatt. Aha. Ez 2002-ben volt, és... De családtag vagy? Igen, hogy igen, az én lányom 2002-03-14-én született, egy körülbelül egy hét van a megállítani. A sztoriban van, most ne zavard meg. Jó, van, igen, úgy látom, hogy itt azért erősen él a szerelem Győzőjék irányába. Jaj, de jó, hogy kinyitottad ezt az esernyőt életem. Nagyon jó, készültetek ernyővel? Igen, jó, készültünk. Kicsit Ferit vegyétek kicsit be, jó? Kicsit ugye emelt aha. Följebb, egyrészt, hogy ne törjön a derekon, meg másrészt lássuk a Balázs. Álljatok egymás nyakába. Igen. Még Feri feje mindig felőben van, úgyhogy... Ez igaz, én már megszoktam a mohák, a kecskék, ahogy hallottuk. Jövök mindjárt, haverom, figyelj, mióta itt vagyok, azóta dumálsz hozzám, megoldjuk minden, jó? Imádlak, szeretlek, a legjobb baj. Követnek. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Megye 10! Van pontosan, hello, jó reggelt kívánunk! Minden Salgótarjáninak még itt vagyunk egyébként, és itt is leszünk 10 óráig. Jó az idő, már-már szakadozik fel a felhőzet, nem esik az eső, melegszik a hőmérséklet, melegszik az időjárás. Úgyhogy gyerekek, megúsztuk. A reggel kicsit kemény volt, de most már rendben van minden. És a lázam is már csak 37,3. Milyen volt a Liskók, Jani? Megy az még följebb. Hülyére zabáltad magad? Rácok, én nem gondoltam volna egyébként, hogy mert most az utóbbi időben voltak 8 pontosak, 9 pontosak, de hogy Salgótarjánban egy 10 pontos. Gáspárféle Rizskót fogok enni, én nem gondoltam volna, megmondom őszintén. Bea nagyon cuki volt, igen. Gyerekek, annyi helyre hívnak meg bennünket, hogyha minden meghívásnak eleget tennénk, és minden étterembe, pizzázóba, határon innen, határon túl elmennénk, és megkóstolnánk mindent, most felhívhatnánk a családunkat, hogy jöjjenek ide, és a következő 4 napot itt töltjük, nem? Igen. Folyamatosan ide gyertek, oda gyertek, annyira drágák a Salgótarjáni, akkor csak én körülbelül 4 meghívást kaptam a ti nevetekben is, hogy menjünk, vigyünk mindenkit, egész tábot ide-oda, de nem egyszerűen képtelenség ennek eleget tenni.
menni mind. Nem azt jelenti, hogy nem megyünk és nem örülünk, csak tényleg. Tehát itt állnak a csajok előttünk, ők is meghívtak bennünket Jutúrós Galuskára, ide, oda, mindenhova. Tegyük át a pesti kitelepülést ide. Na? Igen, maradjunk itt, és együk végig az egészet. Igen, vendégeskedjünk mindenhol egy kicsit. Nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen. És ugye, hát azt is tapasztaljuk, hogy nem csak tarjánaiak vannak itt, hanem nagyon sok másik városból. Egyébként Szlovákiából, magyar lakta területekről is nagyon sokan jönnek át miattunk. És egyébként ők is hívogatnak minket át, hogy csináljunk oda is egy kitelepülést például Fülekre. Amit én nagyon díjaznék. Bizonyám, hát jövőre elgondolkozhatunk ezen, van, abszolút. Úgyis rég láttam már a füleki várat. Felelevenítem szlovák nyelvtudásom a gyerekek. Egyébként tényleg. Setko rozum, milyen posztom. Na, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mindent értek szlovákul, ez azt jelenti. Viszont nem beszélek. Igen. Na, gyerekek. Hát csak nem következik a retteget zuhany. A retteget zuhany, de előtte én úgy megnézem a Janit meg a Ferit egy csomagtartóba, álljon már föl valaki ide egy autóval, elhúzzuk a kordont, felszakítjuk a térkövet, ha valaki most arról volt szó, hogy te meg én megyünk a csomagtartóba. Igen, én nem akarok a Janival. Menjen az óriás, veled az még se. Viccesebb. Ugye maga a híri szenzációs, mert hogy két szír állampolgárt akart illegálisan az országba bejutatni egy bolgár férfi hétvégén nagylakon, és hihetetlenül kitalálták a dolgot. A bolgárok és a szírek. Zseniális. Akkor hova bújjunk? Hát itt a csomagtartó, bújjunk a csomagtartóba. Bőröndökkel kipárnázták a csomagtartót, és bebújtak egyébként a csomagok mögé egy sima szedán csomagtartóba, ami ugye nem is azt jelenti, ilyen egyterű, mert ott azért egy kicsit nagyobb a hely, hanem... Az a különálló csomag. A külön autó, lecsukod a tetejét. A szedán az egy automárka? Igen, nagyon drága, nem mond ki. Jó. Igen. Ott, ami elment, az a Passat is, milyen jó lenne nekünk. Ha valakinek ilyen autója van, tesz jelleggel, álljon már ide föl, begyömösszük a jelent. Halló, zöld Suzuki is, most állj meg! Most állj, állj, most ráér! És megállt. Ráérsz egy kicsit? Hozd be az autódat! Ráérsz egy 5 percre? 5 perc, adunk egy bögrét, vegyük már ki izét az oszlopot, gyere föl, haver! Vegyük ki az oszlopot, hasítsuk fel a térkövet, szántsuk be a busz megállót! Te kézzel gyógyítani nem szoktál? Dehogy nem. Kejfős jár, te is! Nézd meg, látod, megáll, van szedánunk, tessék, gyere! És jön föl. Jó. Elképesztő, okay. Gyerekek, tényleg jó. Mindenki minket hallgat. Ott legyen árleszállítás. Igen, ott osszatok ingyen vagy itt a gyerekeknek. Így adjátok a klímát 10%-kal olcsóbban. Ti vegyétek le a ruhátokat, ti ne. Ti öltözködjetek. Igen, tűnik, kapjátok magatokra valamit. Jaj, gyerekek, hát ilyen dolgok történnek a határ átkelő helyeken, hihetetlenül megkomponálva. Határőrök kinyitották, és bruttó 13 másodpercemből megtalálták egyébként a két szír férfit hátul a csomagtartóban, 4 darab bőrön mögött. Úgyhogy imádom ezt a történetet. Figyelj, mire gondoltak vajon? Figyelj, szerintem tudod, mire gondoltak? Arra, hogy ez simán lehet, hogy ez annyira triviális, annyira banális, hogy valaki a csomagtartóba bújik el, hogy a határőr meg. Nem fogják megnézni, minek menjen hátra. Mindenki tudja, hogy a csomagtartóba nem dug el senki semmit. Most ez a határőr lehet, hogy kezdő határőr volt. Fiatal határőr, érted, még rutintalan, oda ment, és kipróbálta, megnézte. Állj meg az üvegstúdió, maradjon. Gyerekek, ebben a pillanatban egy zöld Suzuki megérkezett ide a főtérre. Nagyon jó. Kiszállt a sofőr. Hello, jó reggel, ciao. Hello, ott a Feri mögötted, hello. Strand papucsban van. Hát, reggel mondjuk esett. Szia, mi a neved? Gábor vagyok. Gábor, egy tündér aranyos ember vagy. Tele van a csomagtartó? Még nincs, de tele lesz. Tele lesz, igen. Gábor, pont minket hallgatál, itt mentél el, és kinéztünk rád, és hallottad, hogy neked szólunk. De drága vagy, nagyon jó. Na. Na, hát akkor gyorsan teszteljük le, ha már ilyen cuki voltál és bejöttél egyébként, nem nagyon számítottunk rá, hogy ide valaki föl tud állni autóval. Mielőtt mindenki megfullad, le tudnád állítani a gépet? Igen. Kicsit szürreális a látvány egyébként. Tolni, vannak itt elegen, nem érdekes, meg a csomagtartott léces pattints ki, legalább megnézzük, hogy mit csempészel. Mi van benne? Hát ti fogtok befeküdni, srácok. Miért, az van, hogy meg tudjuk csinálni a izét, meg tudjuk csinálni azt, hogy álcázunk benneteket egy 2 tornacipővel, igen. Egy evezőlapáttal. És egy öngyilkos ősz van benne. És egy ősztetemmel. Milyen durva lett volna, felnyitjuk a csomagtartót, és fekszik bent valaki kipeckelt szájjal, nem? Na, hát körülbelül láttam a fotót, ez volt. Tehát ebben egy ekkora csomagtartóban feküdt két szír férfi. Mi volt a legdurvább, amit ebben vittél? Nem volt olyan. Hál' Isten, az a jó. Szörnyű lett volna azt, hogy a nagymamát például. Anyósodra gondoltam. Az anyósodra vittünk tevetésre, de nem a sajátjára. Na, kit tegyünk be? Két embernek nagyon kell belemenni. A szírek, akiket csempésztek, azok körülbelül ilyen magasak. Azok mi, a 194 voltunk, nem lehet szír. Most nevedd magadra, ha mondjuk kiterítjük a takarót, mert nem zavar egyébként, hogy egy picit olajos be.
Egy picit sem, de hogyha leterítik a takarót, én bemegyek. Tessék, de az még kevés, két embernek kell bemenni. Tehát a teszt az arról szól, a teszt arról szól, hogy kettő szír pasi feküdt bele egy ilyen csomagtartóba. Két szírkét már kiválasztottam magamnak, de légy, ne találjatok meg gyorsan minket. Jó, ki akar a Janival befeküdni? Tessék? De lány! Csak fél... Igen, Jani, bebújok ki, ha gondolom. Kura, hogy csak férfiak jelentkezik. Tessék? Na, az vegyük, persze. Akkor menjél először te, aztán... Értem én, hogy én vagyok a kis koktélt cseresznyi a tortátokon, de hogy... Srácok, csajok nem lehetnének inkább? Ilyetetlen, hogy ezt megint te szívtad meg, annyira örülök ennek. Persze, persze, Jani. Ne, te ne bújj be, te ne bújj be. Na. De basszus, ez hatalmas. Miért van nálad egy csomag budi papír egyébként a csomagtartóban? Minden kiveszünk, nem probléma. Miért van nálad egy csomag WC papír? Hát nyilván hát tudjuk, jó, csak jó, ha van persze, de... Figyeljetek! Hat tekercs, az talán kicsit barokkos túlzás, de nincs de még mindig pakoljuk, még mindig pakoljuk, már egy kőszérrétegnél tartom. Teniszlabda, teniszezel? Szoktam, igen. Nagyon jó. Jó játszol? Aha. Látod, az az ütője, az a fadarab. Na, János. Na, aha, jól van. Picit menjetek át, hogy megfulladunk. Nem kell leteríteni, szerintem nem lesz. De jó, terítsük le azért látva ezt. Hogy terítsem áll le. Figyelj, a két szír majdnem átjutott, csak aha, élelmesek voltak a hat erőrökényet. De nézzük meg, hogy működik, hogy befér-e egyáltalán egy ilyen csomagtartóba két ember. Uh-huh. Befér? Jó. Feküdtél már bent, onnan tudod? Igen? Igen, Hova mentél? Hát csak a kollégák vittek. Ja, mert már előre nem mertek beültetni, mi? Ja, azt hittem, hogy picit elhagytad magad. Azt hittem, elhagytad magad, valami buliba is befektettek a csomagtartóba. Jó, érzem, hogy én vagyok már a kellemetlen végén megint a leseni szernek. Annyi kérésem van csak, hogy tényleg ne 69-es pózba és ne egymással szemben. Jó? Na, menj be, megnézem, na, hogy jó, fekszel, aztán maximum bemegyek mellé. Tartom. Jó? Tehát te vagy az egyik szír. Jó? Tudsz szírű? Kuszkusz baklava. Jó, János benn van, gyerekek, a csomagtartó egyébként egészen könnyen elnyelte. Könnyen elnyelte. Vigyázz a mikrofont, ha tudsz beszélni. Így van. Ha majd lecsukjuk. Na, kicsit nyomja a hátam az emelő. Na, de most menjek hozzád oda? De úgy, hogy ide a fenekedet, ide. Figyelj, gyere. Na figyelj, 69-be akarod? Hogy akarod? Simán beférünk egyébként. Na azt, hogy ne legyen inkább a 18-ban, Móni nem lesz otthon. Na figyelj, várjál. Hallod? Ne jövök én is azért ide. Most kicsit megült a kocsi, gyerekek, csak mondom. Várjál. Ez meg. Figyelj, ne, a feje nem fér be. Most már majd rohadjál meg, nem fér be a fejét, te szemét. Gyerek, hallod? Szerintem működik. Működik abszolút. Várjál, ott a lábam, Feri. Nem csapjuk, nem csukjuk le, csak így. Nagyon jó. Aha. Jaj, a feje, várjál a fejem. Mondtam, hogy a feje. A fejemben van a baj. Várjál, ezt a... Ne csuk le, mert fejbe fog állni. Csak így egy kicsit a félmilliós bőrcsekidre vigyázz. Oké. Csukhatod. Eddig jó. Jaj. Jó. Sötét van. Jaj, de jó. Ez a te feneket. Hú, de durva. Jaj. Találtam gépzsírt. Vigyáztam gépzsírt. Az a feneket. Jaj. Na, mestik, mester, indulhat a kör. Jaj, de jó. Figyelj, meddig veszünk itt be. Nagyon jó, figyelj, sikerült. Passport vitesz, ször, nem ször, szír. Figyelj, várjam, viszont most beszorultam. Ez a legszűrűsebb. Abszolút működik. Leveszem a fülesem. Úgy, köszi. Igen. Jaj, de jó. Várjál! Az a baj, hogy fogdosott. Jani maradhat. Tényleg. Simán befértünk. Simán befértünk, jó, Jani. Jó, de bőröndöt nem tudtam volna rá. Bőröndöt már nem lehet. Fordulj meg, beléd szorult egy alkalás jelző. Igen, éreztem is, hogy kicsit szúr. Jó, köszönjük szóval szépen, drágák vagytok. A bőrön már nem fér simán el. De hogyha mondjuk kívülről ránk van terítve egy takaró, szerintem simán működik a dolog. Igen, és csak halkan suttogunk. Na jó, van, drágák vagytok. És akkor odajön a határól, és akkor nincs itt senki, menjünk. Finoman megnyomkod, igen. Na gyertek, festék zuhant játszani, mert még sok a dolgunk. Köszönjük szépen. Hurrá, festék zuhant. Ajándékcsomagot, jó? Küldünk nektek. Kiengedtek minket, mert mennünk kell az orbitális zuhanyhoz, vagy nem tudom, hogy hívják. Mi a neve? Retteget zuhany? Az a retteget zuhany. Átvágjuk magunkat a tömegen. Na. Megvannak már a játékosaink? Bocsánat. Már beöltözve ott áll, kérlek de szépen. Elnézést. Mennyien szóval vagyunk itt csalgótarjában, hihetetlen. Suldigunk. Elnézést. Hol van a bejárat? Kezdj csokom, hol a bejárat? Még menjél? Ott, az nagyon messze van, csokrom, az nagyon messze van. Jó irányba megyünk. Jó irányba megyünk? Jó, erre? Jó, erre van gyöngyös. Aha, ezt szét lehet itt nyitni? Aha. Nem, vigyázz ott a férje. Olyan messze? Mit csinál? Aha. Jó a buli? Nagyon. Na jó, van, örülök. Tessék jól szórakozni. Hogy vagyunk? Köszönöm. Nagyon jó. Na. Na. Kik az áldozatok? Idézőjelesen csak persze, mert hogy közben rengeteg festéket nyerhetnek. Edith,
anya. Te vagy az Edit? Anett lánya. Te én, vagy a... én Anett vagyok, és anyukám Edit. Ja, már ott tetszik lenni bent. Mama, mama festékallergiás, vagy nagyon fél a festéktől? Én vagyok, úgy... igen. Nem, csak azért öltözött be, azért vette fel a védőruhát, hogy ne kenje magát össze, hogyha esetleg nem találja ki. Én azt hittem, aha, hogy kevésbé büszke, mert hogy, igen, hogy picit keveset látunk az arcában. Nem számítottam, igen, rá. Áll bent Edit, állik felhúzva a védőruhába, a baseball sapkába, konkrétan, mint egy ilyen fehér, nem tudom, hópárduc, begyömöszölte magát ebbe a kis védőruhába. Tehát tényleg úgy dobtad be anyádat a zuhany alá, hogy ő nem tudott róla, azt mondta, hogy ő nem tudta ezt. Nem, én sem tudtam, hogy mi lesz. Játszunk, anya, jó lesz. Csak, anya, vedd fel azt a ruhát, amit mondanak a Balázsék, nem lehet baj. Hogy ma mit tegy, ebből csak jól jöhetsz ki. Na, terveztek-e lakásfelújítás, házfelújítás, telken festeni egy picit? Hát, van-e valaki, akinek ez kellene? Lenne? Lenne. Mit kellene felújítani? A páromnak kellene megcsinálni a házat. Ez most neki, aha, volt egy üzenet, vagy az ő házat kellene... Nem, hanem az ő házat kéne konkrétan. Na, hát itt lehet annyi festéket nyerni, hogy ez meglegyen egyébként. Anyukád örül neki, hogy éppen a párodnak? Hát, örül. Örül. Na, örül neki. Szegény örül, mama egyébként úgy néz ki, mint hogy egy ilyen kirakati bába, hogy munkarőzeti volt. Szeretnék túl lenni rajta. Ne izguljál, mi az újoncokkal mindig gyengédek vagyunk, úgyhogy nem fogsz sokat kapni. A Klassz FM rádió Twitter oldalán csak mondom, hogy lehet nézni a Periscope appet letölteni, és tudjátok nézni a retteget zuhanyt, hát gyerekek, hát komolyan mondom, tehát a retteget zuhany, a Fear Factor című műsor sehol nincsen hozzánk képes. Na, hogy szól az első kérdés? Na, nagyon figyeljetek. Jó, milyen... vagy virág, jó vagy virágban? Általában. Na, meghallgatjuk, Jani. Igen. Milyen szín kapcsolódik a szivarfához? Hát, ez szivarfa. Szivarfa. Hm? Szivarfa. Barna. Barna. Így van. Barna. Zuhanyt neki. Ja, zuhanyt a mamának. Ne más a mamá. Locsoljuk a mamát azonnal. Mama nagyon fél egyébként. Ennyire még senki nem félt ebben a laborban, amiben áldogál. Ugye mondjuk hallgatóinak, hogy be kell állni a játékosoknak egy ilyen kis, hát mi ez, egy nagy tálba tulajdonképpen, és fölötte van a zuhany, és körülötte ilyen festékes bödönök, mint a diszkólámpák feldíszítve maga az állvány. Nagyon-nagyon fura ez az egész szituáció. Most így valamiért nem tudom megszokni. Milyen szín kapcsolódik a fuksziához? Egy jó fuksia. Lila. Igen. Te is megtanultad, mint tegnap az óvodások? Milyen? Loptatok ilyen egy szórólapot, és megtanultátok? Nagyon jó. Keményet kérdezi, ami 20 liter van már, csak mondom a mamának egyébként. Nagyon jó. Edit, készülj, mert még nem öntöztünk meg. Ezt figyeljétek most oda. Ja. Habszegfű. 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 Milyen színű lehet a habszegfű? Habszegfű. Fehér. Aha, nem. Edith? Nem. Sárga. Aha, az sem. Jaj. Balázs? Tessék, rózsaszín. Az sem. Nem? Akkor locsoljuk meg. Hát nekem szerintem fekete. Milyen színű? Polifárvések? Jaj, se tudják. Na figyelj, Edith! Oaj, 10 liter festék elfogy, édesem, igen. Utoljára ezt a mondatot az urológusokon már hallottam, de szép sárga János. Jól van, oké, megállítottuk, nagyon jó. Oké. Milyen a mamát látniázni? Hát, kicsit furcsa. Nekünk is ide, de... Mindent. Főleg festékkel, igen. Na, az 50-ből 10 liter elment, de van még két kérdésetek, tehát legrosszabb esetben is 20 liter festéketek lesz. Na, az nagyon-nagyon szép, nagyon szép. Az jó lesz. Az jó. Jó, akkor nagyon figyeljetek valami ide. Valami könnyű. Jó, mi lett a libapimpó? Libapimpó? Libapimpó. Libapimpó. Milyen színű lehet ez a virág? Milyen gondold át. Libapimpó. És azon gondolkozom, hogy milyen színű a liba? Liba. Nem, magán a virágon. Indulj ki szerintem például a libatop nevű virágból. Az megvan? Megnyomjam én, vagy öntözötte a saját anyádat. Anyu, ez most a lányod lesz. A lányod lesz, hogy ne engem utálja, el akarok. Na? Sárga. Besukta valaki. Óvás, óvás. Elfogadjuk, így indult. Sárga. Nem, egy kis artikulációs probléma volt ez, de valójában. Elfogadjuk ezt is. Elfogadjuk. Mennyi van meg? Ötödik kérdés. Ötödik, utolsó kérdés. Utolsó kérdés. Ha ez is megvan, az 40 liter festék, 800 négyzetméter. Kutya fáját, siessetek be, nem bírom az izgalmakat. Komolyan mondom, a rossz élet, mindjárt elvágódom, annyi adrenalin van bennem. Igen? Ne is mondd, én is kész vagyok. Na figyeljetek. Na. Milyen színű? Csak megnéztem, hogy működik-e még. Biztonság kedvéért. Jó. Csak mondom, nem én voltam, Edith, ez nem én voltam, már a Feri kezében van a távirányító. Hogy szól az utolsó kérdés? Majd anyák napjára tetszik kapni valamit, ami kellemes is. Azt mondja, hogy sás. 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 Csak így a sás. Sás. Ki mondott, hogy sás. Itt a sásmadár. De...
Sásmadár, mondaná Győzike. Na? Barna. Barna! Sás. Nagyon jó. Barna sás. Zöld. Az! És tudja. Nagyon jó. Hány liter festék, Feri? 40 liter festék a tiéd, mert ti egyet nem tudtál, egy helytelen választottál, 10 liter elugrott. 40. Ez egy szép produkció volt, Nagyon, 40 liter, nagyon. Bedobtad a buliba. Igen, nem kellett agyádat meglocsolni. És most mentsük ki szegény mamát. Tessék? Távirányított, visszaadod, jó. Okay. Edith szerinted már tudja, hogy hol van, vagy még mindig csodálkozik, hogy mi történik vele, mi ez a sok ember itt körülött, és miért kell ebben a ruhában lennie? Szerintem még nem nagyon fogta fel, hogy mi is történt itt. Azért van ebben némi kis kajáság, hogy az ember a saját anyjával csináltatja ezt végig. Nagyon most jó. Már egyébként közbelépetnél, tehát hogy de szemben látható, tetszik a szituáció. Igen. Segítsél. Küldjük nektek a festéket, ügyesek voltatok, jó? Anett, Edith, köszi, puszi nagy nektek. Csáos, sziasztok, ügyesek vagytok. Hello. 40 liter prémium minőségű festék. Hello, ügyik vagytok tényleg. Ó, gyerekek, 40-et elvittek? 40, egyet nem tudtok. Ja, csak egyet nem tudtok, egészen tényleg ügyesek voltak. Jaj, gyerekek. Hölgyeim és uraim! Töveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Jó reggelt, Morning Show! Hello, jó reggelt! Kívánom mindenkinek, 6 óra után 16 perccel vagyunk. Ajajajajaj, hát itt vagyunk. A turnénk utolsó állomásán, gyerekek, egyelőre elmaradni látszik az Armageddon. Hála jó Istennek, köszönjük szépen, jó Istennek. Tegnap szét kínoztuk a mi promóciós lányainkat, és naponta, percenként, óránként mutattunk nekik műholdképeket, hogy azonnal csináljanak valamit, ha itt esni fog az eső, de egyszerűen hihetetlen profizmussal győztek meg bennünket, hogy higgyétek el, jó idő lesz, és igen, a proféta szól belőlük. Igen, áttettük 8-ra, mert akkor többen lesznek. Már micsodát? Az Armageddon. Ja, az időt, igen. Nem, hát tegnap nem voltunk ilyen szerencsések, hát és Algotarjában úgy indítottuk a napot, hogy egy másfél órás ilyen kis hevesebb esőzéssel, én ma már vízálló bakancsba jöttem, illetve hoztam magam vele egy nem túl drága, de annál vízlepergető esőkabátot. Hát szerintem meg fogjuk úszni, legalábbis nagyon remélem. Meg, most rápillantottam én is a telefonomra, nem mond esőt, gyerekek, úgyhogy nem élitek át azt, amit a Algotarjániak. Hát az valami elképesztő volt. De az egyik legklasszabb város tényleg, mert hogy nem mentek el, álltak esernyővel, ki esernyő nélkül, folyt a nyakába a víz, és ott maradtak 10 óráig. Hihetetlen, amit végigcsináltak, hát egyébként. Nagyon kordonoztuk a teret, nem is tudtak volna elmenni. Ha már aki bejött, érted, maradjon ott, úgyhogy nagyon jó volt, tényleg ügyesek voltak. De tényleg. Na, ha valaki esetleg nem tudná, hogy a mostani helyszínünk hol van, akkor mondom, hogy ez az Árkád üzletház, és hát hogy lehet minket megtalálni, valaki biztos nem tudja, melyik az a Fehér úti bejárat, az Őrs vezértér, ugye, villamos, hát a buszpályával itt tesz le egyébként, ja. Pont a 3-as villamos itt teszi le a kedves igen. utasokat, illetve a kedves Morning Show rajongókat közvetlenül a stúdió mellett, szinte eltévesztetetlen. Annyit azért elmondanék, hogy a budapesti Árkád, mert hogy van egyébként, ha esetleg egy másik városban indulnátok el, a budapesti Árkád Őrs vezértere, gyermekkorom, ifjúságom egyik különösen kiemelt fontosságú szintere, a Köki mellett, mert hogy én innen mentem ezerfele, innen jártam egy időben haza a Kőbányára, innen mentem Nagytarcsára vissza a Seregbe, és innen mentem a vezérúti tanműhelybe is. Neked ez olyan, mint nekem a Times Square, nem? Ugyanaz. Aha. Ja. Igen, tulajdonképpen igen. Így van. Illetve itt Ferének a közvágóhíd. Miért? Én életemben nem jártam, hogy gyerekkoromban, ne viccelj. Nem vittek el téged? A közvágóhíd, hát az Budapest, de mi nem mertünk jönni. Hát meg egy puszta ökölcsapással öltétek a tereket. És azt is otthon csináltuk. Hát minek jöttünk volna Budapestre, az volt otthon is. Akkor ez Vadon János tér lesz, ha te meghalsz? Hát szerintem igen. Én nagy valószínűséggel. Nagy valószínűséggel. Vagy legalább egy mellszobrot kapok valahol. Nem lesz túl látványos, de lesz. Én neked elintézem. Dudálnak. Nem, aha. Csak bevágott valaki elé, ne integessen. Én elintézem neked, hogy ez Vadó János tér legyen. Ha veled bármi történik, akkor átneveztetem az Őrsvezérteret, jó? Legyen ha már odaérek. Legyen mert abban bármit vele gondolhatnak az emberek. VJ, vagy VJ. Igen. Ja, gyerekek, el kell, hogy mondjam, én még tegnap megjártam Balatont, akartam az Instára további tájképeket csinálni, de már nem fárasztom az Insta közönséget. Olyan szép viharba keveredtem, a felén sütött a nap. Messzire mész az Instagramosok kedvéért. Ugye, hogy mit meg nem teszek? Egy-két balatoni tájkép, most néhány kép a meccsekből. Nem, lementem, nagyon ritkán csinálok ilyet, de most bevállaltam egy olyan műsorvezetést, ahol nekem kellett egy vezérigazgatói szerepet eljátszanom. Ez ment, gondolom. Aha, most már értjük, miért vállaltam. Láttam, hiszen fürödtem benne. A vezérigazgató pedig leültette a 23 alkalmazottját, eltűnt, és én mentem vissza, és én csináltam meg velük a csapatépítő előtt az évértékelő beszédet, ki miben fejlődik, ki miben kell erősödnie. És gyerekek, mondta a többieknek, hogy srácok, na látjátok, ha ilyen lennék, hogyha nem csak okos lennék, hanem szép is.
Igen, ha ilyen lennék, nem kapnátok fizetést. Így van. Gyerekek, olyan zseniális munkahelyen voltam, komolyan mondom, hogy elájultam tőlük. Nem többen, mint 20-25-en dolgoznak, néhányan betegek voltak, de hogy valami hihetetlen jó hangulatú munkahely, és nem csak a csapatépítőnek, meg az elfogyott, nem tudom, Rozénak köszönhetően, hanem egyszerűen szerették egymást, fiatalok, középkorúak, idősek, mindenki ugratta a másikat, elképesztő beszólások. Egy asztal körül ültünk egyébként Köveskálon, egy nagyon szép kis szállodába, és nagyon jó volt. Eddig még nem túl eredeti. De nem a helyszín a lényeg, hát nem a helyszín a lényeg. Hát nem mondta, hogy nem örülnél egy köveskáli csapatépítőnek egyébként, csak hát, mondom. Egy picit azért, igen. Eredeti vagy nem eredeti, azért, ha megnézed az elmúlt 6 évet, ugye? Bármilyen csapatépítőnek örülnék, csak ne kelljen gokártozni. De gyerekek, annyira helyesek voltak, hogy az valami fantasztikus. A végén megjött a vezérigazgató, elbúcsúztatták a régit, mondtak egy megható beszédet, kapott egy ajándékot, mindenki aláírta. Nagyon-nagyon tényleg. Mi volt az első mondat, amikor megjelentél? Mert ők ugye nem tudták, hogy teljes. A büdös mód. Hogyha? Hajra már, tényleg mekkora feje van. Azt a rohadt életbe. Álmodok, vagy milyen jó. Nem, helyesek voltak. A vezérigazgató azt mondja, hogy elmegy a mappáért. Elment a mappáért, és én jöttem vissza az ő mappájával a kezemmel. Leültem, odahívtam a titkárnőt, Viktóriát, és aztán megindult az értékelés. Mindenkinek motto volt írva, miben szeretne fejlődni. Viktóriának hívták a titkárnőt. És ezen az úton tovább mentetek, mint a feleséged, de hiszen Viktória. Viktóriának a végén végre kellett hajtani egy feladatot, mert ő is kapott egy meszt, neki azt egy ilyen tóból ki kellett hozni. Beugrottak a többiek, mindenki fürdőruhára vetközött. Tehát tényleg nagyon jó hangulatú. Jó hangulatú kis csapat. Csapat volt egyébként. Viktória, a mappát, légy. A mappát. Úgyhogy ez volt, én este 8-ra értem haza. Nem tudom, hogy ti mikor, de nagyon durva. Nagyon durva volt tegnap. Este 8-kor mit csináltam? Éppen küldtem át a kedves nejednek néhány fotót. Magadról, Somos és a mesztelen alsó testedről. És mondtam már, hogy ezt ne csináld, mert mindig kitörli, de te folyamatosan küldöd. Remélem, Balázs még nincsen, ott gyorsan töröd ki, ahogy megbeszéltük. Hallottam, hogy Köveskálomban nézd meg ezt a fotót, ez a legújabb, ugye milyen szép, hogy csempe vagyok. Láttam, igen, a kukában megnéztem a telefonját. És... Köveskál, vagy honnan még Salgó, tehát ahol küldtél képeket? Igen, Somoskői képeket küldtem, még egy búcsúzóul, természetesen ugye lezártuk a vidéki helyszíneket, és akkor gondoltam, hogy már egy picit ilyen olyan képekkel lássuk már el a Facebookosokat, amik mondjuk emlékeztetek mint arra, hogy mennyire jól éreztük magunkat, mert tényleg ez a 4 helyszín, ez nagyon-nagyon jó volt, hát természetesen Budapest is nagyon jó, illetve nagyon jó lesz, és milyen jó, hogy egy villamos megállóba tettük, mert elhisszük, hogy miattunk jött ki ez a sok ember. Csak várják a annyi lesz, hogyha megjön a villamos, akkor a fele elmegy, de jön a másik fele. Mindig tudjuk valamire fogni, hogy jó, elment a villamos, oké, na jó, hát most jön egy másik, és akkor szépen megint megtelünk egyébként. De ez jó hely, mert itt is a körbe kerítjük őket, nem tudnak sehova menni. Sehova. Tehát ezért, húzunk egy szalagot, és aki átmegy, az csak élete kockáztatásával mehet át egyébként. Ki siet? Ki megy dolgozni? Aha. Oh, jó, maradtok, majd 10 óráján. Sehova. Mindjárt jön a tűzoltóság, körbe kerít benneteket. Mi dolgozol te itt az elsősorban? Hello. Nem ő, nem baj. Aki jelentkezett ott, igen, hello, mit csinálsz? Itt az Árkádban. Tényleg? Oh. Igen. Eladó vagy, vagy mit csinálsz? Igen. Igen, és hányra kell bemenned? 8-ra. Hát ez ott az időmilliómos vagy. Hát fél hétre ide jöttél, vagy 6-ra, még 2 órád van. Az nagyon jó. Nem is akarsz elkésni, nem? Hát de. Hát de. Hát később, majd később nyitok ki. Na jól van, oké, hát akkor 8-kor elengedünk természetesen. Én próbálok belépni erre az SMS falra, de nem hagy. Megváltozott a jelszó? Kirúgtak? Hát kicsit a mai napra így. Valamit nem tudok, amit tudnom kellene? Na, itt vagyok. Azt mondja, hogy megnyugtatásul Budán az allénál már esik. Köszönjük, jó hír. Aha, annyira rohadékok a hallgatóink egyébként. Nem, semmi probléma nem lesz. Nem erre jön. Nem szabad. Igen. Pesterzsébeten csíp-csöp eső van. Milyen helyesen írta nekünk, Zed, köszönjük szépen. A Petőfidnál is esik az eső. Nem, ezt se halljuk. Ezt meg se halljuk. Majd itt eljárjuk az esőt. Nem, az ősvezér téren nem fog esni az eső. Dehogy fog. Nem fog. Nem eshet. Nem. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek. 8 óra múlt, pontosan 13 perc. Úr, Jézus, valakit ölne? Jól neki? Vagy? Te nyomtad ezt a végén? Nem, ő. Te voltál? Hello. Ciao. Mi van veled? Azt hittem, hogy valaki... Semmi, meg vagyok. Valakit ölnek éppen, vagy nyúznak, olyan hangod volt. Ráadásul egy pasiból azért ilyen hang jön ki, az nagyon kemény. Atyaisten. Na, hello mindenkinek, itt vagyunk, 4:09 lesz pontosan 1 perc múlva. Gyerekek, az időjárás visszaadja azt, amit tegnap elvett, mert hát egyszerűen nem tud esni az eső. Budapest számos pontján szakad az eső, szemerkel, csöpög.
De itt az őrsvezértéren valami vákumban vagyunk, egy fekete lyukban, egy téridő kontinumban, másfajta téridő kontinumban, nem esik az eső. Azt olyan hittem, azt akarod mondani, hogy az idő visszaadja azt, amit tegnap elvett, hát most Salgótarjánban száraz idő van, itt pedig esik. Igen, olyannyira, hogy még az ablakból is néznek mennünk kell ott. Jó napot kívánok! Kezdj, csókolom, minden rendben van? Egy férfi, tiszteletem, jó napot kívánok! Ennyire udvarias, az a baj, hogy itt ez az árnyékoló belógott egy picit. Rossz a szeme már, ne haragudjon, hát ugye már kezdj, csókolom, hát már 45 fölött már azért már szemvizsgálatra el kéne menni. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 8 óra múlt, 43 perccel szép reggelt kívánom. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk, és látom, előkerültek az esernyők, vagy locsolnak bennünket a föntről. Annyira vagy... süt a nap, tudod, hogy tűzi őket is. Igen. Egy picit elkezdett szemerkélni, de gyerekek, még mindig jók vagyunk, úgyhogy... Sehol nem vagyunk Salgótarjához képest. Azt ne tudjátok meg tegnap, mit éltek át a Salgótarjának. Mi is kaptunk kicsit, de nyilván akik áldogáltak ott 6-tól 10-ig, az nagyon-nagyon kemény volt. Tehát én. Igen, te... Te bőrigáztál, az biztos, igen. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy nem megy a szleng, ne legyetek már nyuggerek. Gergő küldte nekünk. Jó, egy kicsit azok, hogy... De írtak hallgatóink, hogy egyébként ők se értik már a saját gyerekeiket, és azért ez mindig megnyugtat. M3-as 42-es kilométerénél trafink van, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Ez a Miskolci irányban van, úgyhogy menjetek egy picit lassabban. Aztán azt nézem, hogy Megyeri út, Fóti út, 4. kerület találkozásánál nem működnek a lámpák, káosz már alakul. Emerán küldte nekünk. Valaki nem tudja, hogy a Budaörsi út miért áll kifelé, kérdezi Ildi. Ezt nem igazából, de ha valaki megírja, mondjuk azonnal. Gondolom baleset, szűkítés, ott elég nagy dugó szokott lenni. M3-as 15-ös kilométernél Nyíregyháza felé egy őz, majdnem megkaptam, de visszaszaladt, mindenki vigyázzon, Pankus küldte nekünk, köszönjük szépen. Pankus. Na, a szlengről beszélgetünk itt a hírek előtt, és arról, hogy nem arról nyilván, hogy milyen öregek vagyunk már, és hogy elment felettünk az idő, de az ember meghallgat egy-egy olyan zenekart, akik ugye most elsősorban a fiataloknak szólnak, nem feltétlenül a mi generációnk. Egyszerűen vannak dolgok, amiket már nem értesz, és ugye Jani is elmondta, hogy neki a lánya sokszor már úgy beszél, hogy félreérti, apa, te olyan pró vagy, ugye, és mondtad, hogy jól van, kislányom, akkor fölöltözöm rendesen, csak ne bántsd, apádat. Itt ott lyukas, de foltos, és persze, de egyébként nagyon szeretem ezt a Maci alsót, MTK VMS. Igen. Hogy ez most jó vagy nem, hogy a fiatalok így beszélnek, és mindent rövidítenek, nyilván nem feltétlenül jó, de hát gyerekek, ők, ez az ő saját nyelvük, ez egy élő dolog, úgyhogy biztos, hogy változik. Változik a nyelv. Egyébként meg nekünk is volt ilyen, most az a fiatal ember jön, aki ugye eddig kioktatott bennünket, az én apám ezt mondta nekem, fiam, ne abajgasd az emsét, mert bedúrja a ganyét a góré alá, azt olyat kapsz az arcodra, hogy meglevesesedik a heftid. Mit mondott az édesapám? Biztos valami rossz dolog fog történni. Az. Látod? Meglevesedik, mit mondod? Meglevesesedik a heftid. A heftid. Tehát ne abajgasd az emsét, ez ne cseszegesd a disznót. Ne cseszegesd a disznót. Bedúrja a ganyét a góré alá. Igen, ez valószínű, hogy csupa szar leszel. Nem, hanem a kakit, igen. A góré, az, ugye abba tárottuk a kukoricát. Ja. Az a góré alá, és az olyat kapsz, hogy meglevesesedik a heftid, az elered az orrod vére. Tőle kapsz olyat. Igen, te. Aha, tehát én. A cseszteted a disztót, még jó meg is verne. Így van, pontosan. Ezt értem. Na azért tessék, megfogtalak, mi? Igen. Anya, akkor horzsoltam le a lábam, amikor flexelek a flash-tendel, írja nekünk valaki. Köszönjük szépen. A mai fiatalok mindent rövidítenek, mert a közösségi oldalakon általában max karakter számot lehet írni, ami nem sok, Twitteren csak 140-et, Instán se lehet regényeket írni, SMS meg pénzbe kerül, azt nem írnak, csak a netet használják, ezért vannak angol rövidítések, a IDC, az I don't care, rengeteg minden, amit itt írnak a hallgatók. Egyébként ezek lasszul néznek ki, csak nem érteném, ha valaki ezt nekem elküldeni. Egyébként ezek a szlengek, ezek külföldön ugyanígy működnek? Nyilván, egy csomó az idegen szavakból rövidítettek? Tehát, hogy ez marha jó egyébként, mert ez például tökre megkönnyíti a kommunikációt, mondjuk olyanokkal, akik nem ebben az országban, fölmész a netre, és akkor van valami kis közös témátok, és tök jó kommunikáltok egymással. Én pont a lányomon tapasztaltam, ezt pontosan a lányom kapcsán tapasztaltam, hogy fölmegy mindenféle kis chat oldalakra, és akkor elbeszélget olyan lányokkal, akik, mit tudom én, Nagy-Britanniában élnek, Ausztráliában élnek, az Egyesült Államokban élnek, és tök jó eldumálgatnak. Te beleolvasod, és mindig mondod, hogy elkésem, veszek már egy új klaviatúrát, mert csak a rövidítéseket írogat. Nem működik rendesen az, aki IDC, LOL, NOL, BUN, és ilyeneket írogat, igen. Nekem egy 21 éves és egy 17 éves fiam van, időnként rájuk kell szólnom, hogy beszéljenek magyarul, mert egy szavukat sem értem. Annyira szerettem volna megnézni egyébként titeket, nem messze dolgozom, itt ülök egyedül az irodában.
10-ig ti vagytok a társaságom. Jó, jók vagytok. Timi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nyugi Balázs, én 28 vagyok, de egyáltalán nem értem, hogy mit mondanak, úgyhogy ezzel nem vagy egyedül. Aztán a Szveget írta valaki nekünk, hogy az pontosan mit jelent. Az azt jelenti, hogy te is tudod, én is tudom, hogy mi melegek vagyunk, de ez titok. Aha! Igen. Ez hogy kell ezt írni? Most már ezért. Szveg? Svag. Hogy? S-W-A-G. Ezt honnan tudod? Hát... Ja, jó, világos. Nem aggatom, hiszen titok, világos. Ezt jelenti a Szveg. Még Laci elküldteneket, vagy mi van? Többször is, és smiley-jel válaszoltam. És te mindig is visszaküldted neki. És ha jobban belegondolok, volt benne egy kacsintós is. 15 éves fiam sportol, sokat van távol, esténként ilyen SMS-eket ült, hogy jó 8, azaz jó 8. Isten! Először fogalmam se volt, hogy mit akar mondani, és mit jelent a jó 8. Aztán kiderült, hogy csak jó éjszakát kívánt. Üdv Helga, jó 8. Ez menő ennyi. Jó 8. Ezt lenyúlom, ez egyébként jó. Sziasztok, 38 éves anyuka vagyok, de van egy 22 éves barátom, mindig meséli, hogy a szórakozó helyeken békát ivott. Azt azért tudjuk, hát arra emlékszünk, nem? Egy idő után, mivel fogalmam sem volt mi az, rákérdeztem, boros kóla, mondom neki, szívem, az a vadász. De a békát az a vörösbor, VBK, vörösboros kóla, az a mi generációkat értjük. Igen. VBK-ztál? Te? Igen? Persze. Tehát annak idején viccesz. Igen, nagyon csúnya verekedés lett belőle. Engem be. 20 éves vagyok, 18 éves párom néha olyanokat mond, hogy napokig kell gondolkoznom rajta, hogy mit is akar. Kokszó kérdezi, kedvenc KK, okok, rövidítés, semmit nem értek belőle. Andris írt a Nyíregyházáról. Hát ezeket én nem is értem egyébként, hogy ezek nem, mit jelentenek. Nem tájjellegű kifejezések, az biztos. Igen. Bali, micsoda? Karistolj oda a toprongyhoz, és kérdezd meg, megnyomhatod-e. Ez Borsodi Duma köz. A toprongy? Hát igen. De picit sem férfi soviniszta Duma, úgy értem. A toprongyhoz. Így közben jönnek nagyon jók, hogy tudjátok-e, mi az a, nem tudom, a román bombon, az a borsó, meg ilyenket. Román bombon. Ezeket én nem, ezeket én egyáltalán nem ismerem már. Te tudtad? Mi itt flamozunk után, román bombon, zabát. Ezeket egyáltalán nem dicsérem. Vagy nem ismertem. A pró nem dicséret, az prosztó, ezt Magyi küldte nekünk, úgyhogy azért lehet, hogy egy kört még... Altatott a lányod. Egy kört még kell beszélned a lányoddal. Nem, az van, hogy azért egy picit azért még a status quo még működik nálunk otthon, nem prosztoz le azért a lányom, csak így élből. Azt mondja, én ha megkérdezem, mi volt az iskolában, akkor már nem azt mondja, hogy mint olyan volt, mint régen, vagy amit mi mondtunk, hanem hogy K.O. volt a nap, mert az OF ma beteggelt korepre. Aha, beteggelt korepre, ekkora duma, beteggelt korepre. Vagyis az osztályfőnök azt javasolta, hogy menjen korrepetálásra, aminek ő nem örül. Ideje lenne egy tanárt keresni, aki nyelvújítana engem is. Azért beteggelt korepre ott azért két... Beteggelt korepre. Nagyon keményen hangzik. Na jól van, igen, mert elküldték a szöveget, igen. Secretly we are gay, ezt jelenti. Tehát, hogy titokban mi melegek vagyunk, tehát valaki ezt neked bemondja, Jani, akkor nem mosolyogjál. Igen. Tehát, hogy legalább ezt is megtanultuk. Köszönjük szépen. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.